Akinek van otthon zeni televíziója, az már kaphatott ebből ízelítőt. Ott elhangzott ebből egy pár mondat, amit most hallani fogunk. Én mindentől kezdve át is adom a szót Szántai Lajosnak, aki szintén József Attila életéről fog természetesen érdekességeket elmondani. Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hát van egy olyan József Attila vers, hogy levegőt, tehát a néztartás véget tudni kell, hogy van. Éppen elegendő van most, tehát ez azt jelenti, hogy nem fogunk szünetet tartani éjfél meg. Végeredményben a készülés közepette, mert hát azért József Attilára fel kell készülni, és az embernek eszébe jut számtalan szernyőszer gondolat, hogy milyen jó lenne természetesen, hogyha egy József Attila összes versét tartalmazó kötetet az ember egy olvasás alatt gyakorlatilag be tudná vágni, meg tudná tanulni. Most József Attilának pontosan ilyen készség állt a rendelkezésére, tehát azok a versek, amelyeket ő nagyon szeretett és nagyon kedvel, azokat gyakorlatilag egyszer elég volt neki elolvasni, onnantól kezdve már kívülről tudta. És ő volt az a költő, aki kortársait még csak véletlenül sem vetette meg, tehát általában egy élő irodalom óraként járta a Kárpát-medencének a belső tartományát, mert gyakorlatilag Balassi Bálinttól kezdve Kosztolányi Dezsői, ő majdnem minden jelentős verset fejből ismert, amely vers végeredményben a magyar irodalom révén az egész világ irodalmat gazdagította. És ráadásul tudni kell róla azt, hogy nagyon jó versmondó volt. Tehát, hogyha most ő indulna ezen a híres nagy rendezvényen, amit születése 100. évfordulójára rendeztek meg, nem nehéz kitalálni, hogy kivinni el a győzelemnek a pálmáját, a babérkoszorúját, mert nagyon érdekes, szuggesztív, megkapó hangja volt. Na most gondolom, tudjuk azt, hogy ha valakinek olyan tónusban cseng, zeng a hangja, ami mondjuk versmondáshoz rendkívül jól illeszkedik, akkor onnantól kezdve már csak egy kis beleérző készség kell, és gyakorlatilag a vers abban a pillanatban egy jó versmondó révén, mint ahogy itt tapasztaltuk, szinte újjá születik. Na most tényleg József Attila nagyon tudott verset mondani, és hát a gyengébbik nemet a lábáról természetesen, mivel tudta pillanatok alatt levenni. Tehát nem igaz az, amit végeredmény ő maga is beleélte magát ebbe a tragikus hős szerepkörbe, de azért neki voltak olyan pillanatai, amikor ténylegesen mindenki ott a lába előtt, a gyengébbik nem képviselőit kell itt most megemlítem, hát bizony hódolatukat nyilvánították. Na most a legtöbb nagy szerelmét végeredményben pontosan így tudta szíven találni, és természetesen itt Kozmutza Flórát kell megemlíteni, az utolsó nagy szerelmet. Na most a végeredményben az, hogy szerelem és szerelmi líra és szerelmi költészet, ez önmagában mondjuk egy József Attilai pályafutás méltatására nyilván nem elegendő. Na most, ami általában a legkevésbé szokott elhangozni, sőt, megmondom őszintén, hogy én hivatalos méltatások keretében soha az életben nem találkoztam azzal, hogy József Attila pályafutását, pályaképét a maga nagyságrendjén belül értelmezték volna. És itt felmentő ítéletre jelen pillanatban nem áll módunk hivatkozni, tehát szó nincsen arról, hogy mondjuk valami okból kifolyólag el lehetne intézni egy olyan mondattal, amivel el szokták intézni, kortársai nem ismerték fel az ő lírikus nagyságrendjét. Hát engedelmet kérem, azért vagyunk egy kornak a társai, hogy egymás értékeit felismerve, megbecsülve, bizony pontosan érzékeljük azt, hogy hol jelentkezik a költészeten belül az a szint, ami József Attilára volt jellemző, és hol találtatik meg az a szint, amit úgy szoktak mondani, hogy a futottak még kategória, a számukra van fenntartva. Na most hogyan lehetséges az, hogy József Attila jelentőségének felismerését már az életében,
Ugyanakkor pedig természetesen holta után, mind a mai napig bőszen nyíltan folyamatosan tagadják. És egy mellékvágányra állítva olyan fajta nagyságrendet alakítanak ki számára, amelyen keresztül az igazi üzenet természetesen nem tud teljes egészében kibontakozni. Gondolom érzékeljük azt, hogy nevet nem azért kapunk, amikor világra születünk, hogy azzal a névvel semmiféle közös kapcsolatunk ne legyen. Na most azt is tudni kell, hogy abban az időszakban, amelyikben József Attila elindul a pályafutásán, hát ez 1905, végeredményben most ilyen szempontokat figyelembe véve van egy kortárs művész. Ez tényleg a legmagasabb szinten tevékenykedik, őt Csontváry Koszka Tivadarnak nevezik. Na most Csontváry Koszka Tivadar a saját pályafutásának méltatását írásban is rögzítette. Tehát nem lehet mellé beszélni. Ő maga írja le, hogy végeredményben egy attillai szerepkör az, amelyben ő világszorra szóló eredményeket éppen azért, hogy a magyarság a világ történelmébe újra be legyen iktatva, ő a személyes életét gyakorlatilag ennek a jó értelemben vett világhírnek az oltárán föl fogja áldozni. És számtalan alkalommal, tehát szóban, tedben, írásban, a festészet bizonyos fázisaiban rögzíti, hogy az az inspiráló belső személyes erő, amely őt pályára állította, az nevesíthető, és Attila királynak nevezik. Na most így kapcsolódunk be József Attila pályafutásába, és végeredményben itt most néhány idézetet én föl fogok olvasni, természetesen csak a mihez tartás vége. Ráadásul itt az önéletrajzában József Attilának mellé beszélés nélkül lehetett pontosan tisztán hallani, érzékelni, hogy ő maga az, aki az egész irodalmi tevékenységét Attila királyhoz igazítja hozzá. Na most ezért kell József Attilából idegbajos csinálni, ezért kell József Attilából az öngyilkosság kultuszszobrát szépen felállítani, csak hogy a lényegről természetesen a 21. században se essék még csak véletlenül se szó. Na most ettől függetlenül mi ténylegesen olyan adatokat fogunk most megismerni, egy részük itt már elhangzott, egy részük pedig nagyon könnyen hozzáférhető. Mert gyakorlatilag bármelyik életrajzi leírásból indulunk el, tehát vagy úgy, hogy József Attila értekezik ebben a kérdésben, vagy úgy, hogy a család tagjai közül mondjuk valamelyik nővéreit, két nővért kell megemlíteni, az egyik József Jolán, a másik pedig József Etel, vagyis József Eta. Na most, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy József Jolán, hát megmondom őszintén, hogy minden családban vannak olyan személyek, akik igazából valami miatt értetlenek a családtagok belső és külső teljesítményének vonatkozását illetően. Tehát ha József Jolánt mondjuk lehetne méltatni, akkor én azt most egyelőre átmenetileg elkerülném. Mert József Jolán tényleg elragadta az a bizonyos osztályhoz való tartozás, ami azt jelenti, hogy bármelyik könyvét vesszük alapul, vagy József Attila életéről szóló regény, vagy a Híres Város Peremén című remekbe nem szabott regény, egyet lehet tudni, hogy nagy valószínűség szerint nem ő írta, hanem a párt vezette azt a tollat, ami azáltal így alakult életrajzi és egyéb módon regényekké. Tehát számtalan olyan késői időkből való beletoldás jelenik meg József Attila életére vonatkoztatva, amiről még a szomszéd is pontosan tudta, hogy nem úgy volt. Na most ilyenkor nagyon észnél kell lenni, mert ez azt jelenti, hogy József Attila hiteltelenítése, vagy József Attila életének rossz módon való megkomponálása, az gyakorlatilag már a József család idejében elindul. József Jolán természetesen megvádolni nem lehet.
Ő egy nagyon egyszerű, nagyon szeleburdi, nagyon különös teremtmény volt, de egy biztos, nagyon sok mindent nem értett meg, sem saját korát illetően, sem saját feladatait, és egyáltalán mondjuk egy József Attilai nagyságrenden mutatkozó életpálya vonatkozásában nem oda helyezte a hangsúlyokat, ahova kellett volna. Na most kegyet fogok gyakorolni, és jön a felmentő ítélet. Tehát újra el kell mondani, hogy nagy valószínűség szerint az eredeti művet, amit ő megírt, az gyakorlatilag legalább 5-6 ember még azon nyomban septiben átírta. Milyen alapon? Hát természetesen itt a stilisztikára szoktak hivatkozni. Hogy az nem nagyon illik oda, azt vegyük ki, ott döccen a mondat. Na most stilári szempontokat figyelembe véve mindent át lehet írni, és egy biztos pillanatok alatt a jelentést is meg lehet változtatni. De valamit nem lehetett kiiktatni. Most ilyenkor érzi az ember azt, hogy magasabb erők is működnek az ember lakta világban. Na most ő maga írja le azt az időszakot József Attila életének regényébe, amely József Attila születését előzi meg. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a kedves felmenők, tehát ez a bizonyos József Áron és ez a bizonyos Pőce Borbála, két leány gyermek után nagyon szeretnének már egy fiú gyermeket. És nem nagyon megy. Mármint nem nagyon sikeredik, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon meg kell szenvedni azért, hogy ténylegesen sikerüljön. És hatalmas boldogságot hoz ez magával. Tehát abban a pillanatban még József Áron is azt hitte magáról, hogy ilyen áron ő akár példás család apává is válhat. Na ez az öröme gyakorlatilag egy ilyen amerikai rózsaszín álomba oltott ágként pillanatok alatt kámforrá vált, de hát a gondos kutatás történet bebizonyította, hogy ő úgy ment át Amerikába, ahogy én tegnap előtt ott jártam. Tehát végeredményben ő megmaradt a Kárpát-medencén belül, járta a Kárpát-medencét, és ha egyet el lehet róla mondani, nem volt román. Tehát ez a József Attilai sommás megállapítás, amivel ő a Dunánál című versében előre rukkol, az nem csak a románra érthető, hogy tán egészen az, hát azért térjünk már észhez. Egy nyelvnek van logikája. Ez ugyanúgy jelentheti azt is, hogy székely teljes egészében. Na most, hogy miért nem lehetett román, erre már nagyon sokan felhívták a figyelmet. Amihez tartás vége. Görög-keleti vallás. Na most ez már olyan hatalmas vallási különbség, ami lehetetlenné teszi, hogy József Áron mondjuk valamelyik felmenői révén készségesen el lehet ismerni azt, hogy ott aztán volt keveredés. De egy biztos nem volt román. Azért ne felejtsük el, a görög-keleti az nem azonos az ortodoxszal. Ha valaki azt hiszi, hogy a görög-keleti azonos az ortodoxa, ne menjen Mária Pócsi búcsúra. Tehát, hogy érezhető legyen, itt már tulajdonképpen a vallás meghatározása is rendkívül nehézkes. Mint hogyha József Attilát nem engednék egy valláson belül megnyilatkozni. Miért? Azért, mert kisfiú koráig gyakorlatilag a híres anyakönyvi kivonatokban, vagy ilyen-olyan bizonyítványokban hosszú ideig úgy van feltüntetve, hogy református. Na most ez tény. Ugyanakkor pedig itt elhangzott, hogy van egy rövid idő az életében, amikor katolikus vonalon kezdi el a saját képzését. És kiderül, hogy az édesapja mondjuk görög-keleti valláson van. Na most József Jolán halála pillanatáig református volt. Akkor hogyan lesz mondjuk József Attilából görög-keleti? Most ilyenkor tényleg nehogy azt higgyük, hogy ezek az adminisztrációs véletlenek, pontosan lehet tudni, hogy végeredményben hangsúlyoznunk kell, bizony magasabb erők működnek. És általában egy alacsonyabb szinten, ha ezek negatív típusú erők, mert az, hogy magas, az nem biztos, hogy az fogja jelenteni, hogy pozitív. Tehát lehet olyan módon fölé magasodni dolgoknak, ahol az ember érzi, hogy itt már túlburjánzott valami. Ez már egy gigantikus szörnyetegnek a megnyilatkozása. De egyre biztos már kisfiú korában József Attila származásának és egyáltalán
a világban való helyére vonatkozó adatokat lépten nyomon összekeverik. Na de kicsoda, könyörgöm. Tehát hogyan lehetséges az, hogy egy nagyon jól felépített adminisztratív társadalmi élet, az gyakorlatilag a legalapvetőbb adatokat nem tudja rögzíteni. Élete végéig az adatok, időpontok a legnagyobb zavarban mutatkoznak meg, és bármennyire hihetetlen, leginkább halálának évében. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy még az a Bach Robert, Dr. Bach Robert, nem is méltatom tovább, ő volt az egyik kezelő orvosa, József Attila halálát követő esztendőben egy év telik el. Most gondolom, tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy egy kevésbé jó memóriával rendelkező féleszű ember, akit előtte mondjuk egy forgalmas pályaudvar forgatagos közepére leültettek, még az is emlékezni fog arra, hogy József Attila mikor került a Siesta szanatóriumba. Bach Robert erre érdekes módon, Bachugrás vagy a jó ég tudja, hogy milyen meggondolás alapján nem emlékszik. Még csak véletlenül sem. Augusztus 3-ában adja meg az adatokat. Na most Flóra asszony, aki és Gyula felesége lesz, nagyon szépen leírja, hogy már július 20-án a Siesta szanatóriumban volt József Attila. Kinek az érdeke az, hogy ilyen egyszerűnek látható adatokat a legnagyobb ködés homály borítja? Megmondom, akik József Attilát a Siesta szanatóriumba belítették. Pontosan azoknak. Na most ettől függetlenül nekünk elejéről kell elindulnunk, és következik az az idézet, amely József Jolán regényéből származik, tehát ez egy úgynevezett életrajzi regény, ahol nem csak József Attila életét mutatja be, hanem az ő életét is, a csományt József Jolánét, a családét, Etus barátunkét, tehát mindenki megjelenik ott végeredményben. Na most, itt a következőket lehet megtudni. Már tényleg lehet tudni, hogy ismét áldott állapotban van Pőce Borbála. Tehát sikerült. És azt is lehet érzékelni, hogy talán most nem leány lesz a gyermek, hanem talán fiú. És miközben a dilemmák folytatódnak családon belül, hát ez azért gondolom tudjuk, ez az az időszak, amikor nincs ultrahangos vizsgálat. De nehogy azt higgyük, hogy nagy dolog az ultrahangos vizsgálat, van egy kiváló barátunk, 9 hónapig azt hitte, hogy kedves feleségétől neki lánya fog születni. 9 hónapon keresztül. És amikor fiú született, akkor természetesen jött a tanmese, hogy miért vélték lánynak. Tehát a mihez tartás véget azért nem árt tudni, hogy a régi korokban sokkal fontosabban lehetett meghatározni, még az ultrahangos vizsgálatoknál is, hogy milyen nemű lesz a gyermek. Na most megjelenik, és akkor nem is folytatom, hogy mi történik, tehát végeredményben a nagy tanakodás közepette, álomra hajtja az édesanyja a fejét, és a következőket álmodja. Itt most egyenesen idézek a könyvből. Látogatóinak, mármint Borbála asszony, az álom után. Tehát ez annyira megragadó és megkapó álom volt az anya számára, hogy innentől kezdve fülnek, fának dicsekedett, hogy mi jó dolga van a kedves édes anyának. Ténylegesen erről van szó. Tehát látogatóinak ismételten elmesélte álmát. Írja József Jolán. József apuskának még ebben a pillanatban csak belül van valamiféle fenntartott állomás helye. De megjelent neki egy ősz öregember. Tehát szíve alatt hordozza a kis Attilát, de még nem lehet róla tudni semmit, magáról a magzatról, fiú vagy lány, vagy egyáltalán mi várható. És álmában az édesanyjának megjelenik egy ősz öregember, aki elmondta, hogy fia születik. Erre mondja az ember, hát nem jobb ez, mint az ultrahang? Most vizsgálat? Nem pontosabb? Tehát ilyen vizsgálat még várandós, áldott állapotban lévő édesanyját soha nem vezetett félre és nem csapott be. Tehát ősz öregember. Hát gondolom tudjuk, hogy ez már mitikus szint. Ez már nem a hétköznapi születésnek a szintje.
Tehát ha ősz öreg ember megjelenik, akkor ez azt jelenti, hogy hatalmas erők indítják pályára azt a gyermeket, aki világra fog születni. Hát az ősz öreg ember az gyakorlatilag a magyarság életén belül az egyetlen olyan közös kincs, aki mindenki számára hozzáférhetővé válik akkor, ha jelentős tényező révén születik meg az ember erre a világra. És gondolom azt is tudjuk, hogy a tártos elhívások arról nevezetesek, hogy általában álomban, tártos elhívás alkalmával ősz öreg ember jelenik meg, mindig hangsúlyozzák, és megjelent neki egy ősz öreg ember. És ez az ősz öreg ember azt mondta neki, igen ám, de emlékezzünk vissza arra, mert erre van megfelelő adat, hogy ez az ősz öreg ember nem biztos, hogy azért ősz, mert éppen nagyon megöregedett már. Honnan tudjuk ezt? Ez egy titokzatos fénylényként működő ősi minőség, de kortalan. Hát emlékezzünk vissza a híres tátos gyereknek, Tápai Istvánnak az elhívására. 6-7 éves a gyermek, amikor félálomban szentereg egy kunyhóban, és a kunyhó előtt megjelenik egy ősz öregember, és ő elhívja tátos szolgálatra. És utána ő maga mondja el, hogy nem tudja, hogy kit látott. Talán Jézus Krisztus volt? Talán Istennek egy angyala? Ő maga sem tudta biztosan. Na most Jézus Krisztust ősz öregemberrel összetéveszteni, gondolom nem nehéz kitalálni, nagyon hiába való vállalkozás lenne, és aki ezt összetéveszti, mondjuk így módon, az már a judeokrisztianizmust is össze fogja téveszteni a kereszténységgel. Tehát ezek nem összecserélhető és téveszthető kategóriák. Egy biztos, az ősz egy fehér tartományban mozog, és ez a fénynek az az állapota, amikor hatalmas nagy fényerők működése az nem egy statikus képződmény felé indul el, hanem minden fölgyorsul. Tehát ez a szint annak az egyik alapvető sajátossága. Na most visszatérve magára az őszre, nem csak őszt jelent ezek szerint, hanem őst is. Tehát szó szerint ős és az öreg még valamit jelent a magyar nyelvben. Gondoljunk az öreg Isten megnevezésre. Hát eleve az Isten nem azért Isten, mert öreg. Mitől lesz az Isten mégiscsak öreg? Mert ő teremtette a világot, és hozzá képest a teremtmény bizony olyan léttel rendelkezik, amely csak követi a teremtői létnek a megjelenését. De az öreg örököt is jelent. Tehát az, hogy öreg ember vagy örök ember, ez végeredményben ugyanazt jelenti. Tehát egy ős minőség jelenik meg itt álomban, és elmondja a következőt. Fia fog születni, és a fiút nevezze Attilának, mert híres ember lesz belőle. Na most van-e kérdés? Tehát milyen pályafutás kezdődik itt el? Egy attilai pályafutás. Tehát egyetlen egy kérdésünk van, egy attilai szerepkör, egy attilai fénylényből való sugár, az a 20. században hogyan tud érvényesülni, és milyen feladattal érkezik erre a világra. Nagy valószínűség szerint a küldetése megváltói típusú küldetés lesz. Ez pontosabban mit jelent? Hát azt, amit maga József Attila nem egyszer elmondott, utálja ezeket a büdös szocialistákat. Ő maga nem egyszer elmondta. Na de hova szól a küldetése? Sőt, rossz nyelvek szerint még valamit mondok, amihez tartás véget, aztán aki ott volt, hallotta, aki nem volt ott, nem tud róla, mert így gyakorlatilag a szocialistát valami más egyébben is beszokták helyettesíteni. De egy biztos, József Attila tényleg mondott ilyet. Tehát kortársai jegyezték fel, és hát ezeket a megnyilatkozásait azért ne felejtsük el, 1945 után gyakorlatilag nem nagyon lehetett egy kicsit szabad levegőre ereszteni. Tehát ő maga azt mondta nem egy alkalommal, én inkább nem mondok ilyeneket, mert nem illik annyira ide, és az egészet más irányba tereli, de nagyon keményen fogalmazok.
és azért ő tudott olyan hegyesen megszólalni, hogy ott a világ azon nyomban összedőlt. Tehát nagyon kemény szavakat használt. Na most, igen ám, de ha küldetése van, akkor ez mit jelent? Nagyon mélyre kell neki alászánnia. Tehát ez nem azt jelenti, hogy jó módú családba fog születni. Ennél rosszabb módú család ebben a korban a Kárpát hazában magyar családként gyakorlatilag nincsen. Tehát ez egy vállalatszületés innentől kezdve. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az egyik ágában, és itt ténylegesen a tények mentén haladunk, szabad szállási kun családból származott az édesanyja. Tehát itt visszabeszélni nem lehet. A másik ág viszont az apai ág, na az egy kicsit olyan homályos. Az egy kicsit olyan megfoghatatlannak tűnik, de igazából a megfoghatatlanság is egyetlen egy dolgot fog jelezni. Hát itt az apai ágon a család név az a József. Na most a Józsefről mit lehet tudni? Tehát itt most már magasabb szempontok alapján tájékozódunk. Tehát ha van egy család, és az apát Józsefnek nevezik, akkor az milyen szerepkörben jelenik meg József a családon belül? Nem nehéz kitalálni, egy biztos József Attila úgy fog fölnőni, hogy ő az édesapjával semmiféle kapcsolatot lényegében nem fog ápolni. Mert a józsefi szerepkör a legtipikusabb nevelő apai szerepkör. Tehát itt már elkezd működni az a név, amely egy világot fog számunkra magyarázni. És ha valaki véletlenül arra gondol, hogy na hát akkor most itt elkezdünk magyarázkodni, óriási téved. Nagyobb magyarázó József Attilánál nem létezett. Tehát ha ő látott egy nevet, abban a pillanatban oda-vissza elkezdte magyarázni és értelmezni. Gyakorlatilag a pszichiátriai, hatás, ami őt érte, pontosan ezen a ponton próbálta lelki egyensúlyát kikezdeni. Miért? Mert innen egy lépés tényleg, hogyha valami túlpörög, hogy az ember már mindent olyan jelnek fog vélni, ami összezavarja az egészséges világ működését belül és kívül. Na most erre nagyon ráutaztak a Siesta szanatóriumba is. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy ilyen tények elé állították, játszadoztak vele. Három gyufa mondjuk a dobozban. Aztán harmadikán bevisznek egy újságot. Aztán beszalad három ember. És közben figyelik, hogy na József Attila, vajon ebbe a hármasságba be fog-e ugrani. Bolondot játszottak velem, s már halálom is hasztalan. Gyakorlatilag ezt a szerepet is eljátszotta. Tehát nem volt ő bolond, nem őrült meg, csak akik szórakoztak vele, azok biztosra akartak menni. Pont ezt az érzékenységét próbálták kikezdeni, hogy ő mindennek jelentőséget tulajdonított. Mi? Mert jelentős sorsú ember volt. Hát a huszadrangú senki lett volna, semminek nem tulajdonított volna jelentőséget. Hát hol kezdődik az értelmes és egészséges ember? Úgyhogy a világban a jelentős dolgok mentén tájékozódni tud. Második Rákóczi Ferenc és kísérlete, amikor Rogostóba kerülnek, mi az első, amit megvizsgálnak? Mikes Kelemen is leírja, mindenki leírja. Megnézi a nagyságos fejedelem, hogy a Rogostónak a magyar nyelvben milyen jelentései adódhatnak. Tehát minden lehetséges változatot felszínre dobnak. Ez azt jelenti, hogy magánhangzók azok cserélődhetnek, mással hangzók pedig általában megmaradnak. Tehát megnézték, hogy mit jelent az RDST ebből az irányból, utána pedig megnézték, hogy vajon visszafele mi olvasható ki belőle. Majd szépen összekeverték az összes mással hangzót, és minden lehetséges változatot megpróbáltak ebből kiokoskodni. Tehát ez hozzá tartozik a helyzet felismeréshez. Hogy milyen erők működnek éppen körülöttünk, csak hangsúlyozom, nagyon óvatosan, itt lehet úgy átesni a ló túlsó oldalára, hogy azt csak azt fogja megtapasztalni, aki lóra szeretett volna felülni, és mégis a földön veszi észre magát. Tehát óriási a buktató, és így
lehetőség. Miért? Mert ha nem elég szárnyaló a lélek, akkor ezek az információk gyakorlatilag teljesen megzavarják az embernek a tájékozódási készségét. Ezért jobb azt mondani, hogy te ne foglalkozzál ilyennel. Fölösleges neked ebbe beleálltani magad. De József Attila tényleg pontosan ilyen felkészültséggel rendelkezett ösztönös szinten. Tehát már kisgyermek korában meghallgatta azt, hogy kinek milyen neve van. Bak Róbert. Na most Bak doktor, sziesta szanatórium. Sokat remélhetett József Attila Bak doktortól? Hát nem részletezem, semmit nem remélt tőle. Százszorul az utolsó napon írt egy levelet, táviratot, kedves doktor úr, hiába kísérelte meg a lehetetlen. Hogyan értelmezik ezt? Hát természetesen búcsúlevél volt. Hát Bak Róbert doktor bácsitól búcsúlevél volt, de nem magától az élettől. De majd a vége felé ezzel a kérdéssel meg fogunk ismerkedni. József Attila ugyanis magát akarta meggyógyítani. És december 1-én és 2-án már készen állt az az életprogram, amely azt indítványozta, hogy egyszer s mindenkorra az elmegyógyászati szakrendelő intézetnek a közelébe se megy, észrevételte, hogy nagyon csúnyán kijátszották, és ugyanakkor pedig, mivel feleségül akarta venni Flórát vasárnap, elhatározta, hogy neki vasárnapra fes férfi emberként kell majd feszíteni a templomban. Hát ez nem vita téma. Ezt azért lehet tudni. Az más kérdés, hogy azok a bizonyos nagyobb erők nyilván máshogy működnek. De már most megelőlegezhetjük, semmi bizonyíték nincs arra, hogy József Attila öngyilkos lett. De tovább menjünk. Semmi bizonyíték nincs arra, hogy Latinomis Zoltán Szárszón öngyilkos lett. Tehát ha valamit így szépen el akarnak tusolni, teljesen mindegy, hogy 1945 előtt, vagy 1945 után kellemetlenkedő fiatalember. Hát örüljünk neki, mondják ők, hogy nem fog tovább kellemetlenkedni. És ezzel minden el van intézve. Na most Szárszó tényleg érdekes hely ebből a szempontból. És József Attila nem akar Szárszóra menni. És vajon miért nem? Mert tudta, hogy a Szárszónak a nyelvpörgetés útján van egy olyan jelentés, hogy nem a szép szó irányába viszel, hanem egy végefőcím irányába. Ez a zárnak a szava. Tehát itt valami befejeződik. És ettől ő a Siesta szanatóriumban eltöltött hónap után tényleg rettegett. Nagyon félt ettől az időszaktól, és tényleg úgy tűnik, hogy nem alaptalanul. Tehát a fiút nevezze Attilának, mert híres ember lesz belőle. Na most mi itt a lényeg? Az, hogy 1905. április 11-én este, azt is lehet tudni, ez a Kos havában vagyunk, a Kos csillagászati hónapnak a harmadik dekanátusa indul, április 11-ével. Ez melyik dekanátus? Hát a Kos az egy tüzes ellenű jegy. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az első ízna, az természetesen vegyítetlen kos tulajdonságok mentén jelenik meg. Tehát ez március 21-től mondjuk április 1-ig. Utána a következő 10 napot a koson belül milyen tulajdonságok, állatövi tulajdonságok színeznek fel? Az állatövben a következő tüzes elemű jegy, ez maga az oroszlán. Na igen ám, de itt már 11-ét írunk. Az állatövben melyik a következő tüzes ellenű jegy az oroszlán után? Ez már a nyilas. Tehát ez azt jelenti, hogy Kos havába és nyilas dekanátus. Na most itt a nyilas természetesen már egyfajta magatartás mintaként jelenik meg. Tehát melyik az az állatövi jegy, amelyet a mundán asztrológiai hagyomány, amióta számon tartjuk önmagunk azonosítását ilyen módon, a magyarsággal párosított. Ez maga a nyilas. Ez Túróczi János, például Mátyás kortárs krónikairól, még a krónikájának az előszavában is leírja. Tehát itt nem lehet bizonyos dolgok mellett úgy elmenni, ahogy általában szeretnénk, vagy talán
gondolható lenne. Na most, ha Attilának hívják, és nagyon híres ember lesz belőle, akkor ez mit jelent? És ráadásul esti órákban születik. Pontosan tudjuk, hogy mikor született. Valamikor 8:30 tájékán este. Na most nem akarok itt nagyon sokáig alányoskodni, itt egy asszendenssel is számolni kell. Tehát egy napon belül van egy felkelő pont. Ez határozza meg igazából a személyiségnek a belső összetevőit. Nos, ez a Skorpió volt. Tehát Kos halában születik, és Skorpió az asszendense. Most a Skorpióra mi az, ami tulajdonságok mentén nagyon jellemző. Ráadásul itt tudni kell valamit, hogy a Marsnak az állatövön belül két uralomban lévő helye van. Az egyik az a Kosban, a másik pedig a Skorpióban. Na kedves Attila barátunk, ilyen kis kerekútya, lüke kis szótlan gyerek lesz belőle? Vagy ha kell, akkor pillanatok alatt vitát provokál, és még Babits Mihályt is úgy elküldi egy kis dinnyehé belsejébe jobb vizekre hajozni, hogy utána már ő is egy kicsit megbánja. Tehát pillanatok alatt képes volt arra, hogy egy kicsit olyan harciasnak mutatkozzon. De ne felejtsük el, nyilas dekanátus. Már jött a megbocsájtás. És amikor ő vitatkozott, és ez tényleg leírják mindenhol, a legalapvetőbb dolgokon tudott vitatkozni. Hát ő fiatal emberként távozottam el. Tehát ez azt jelenti, hogy nem volt ideje ilyen bölcs, okos, öreg emberként kiülni a semmi partjára, és nézni, hogy hogy hullámzik a óceánnak a tarajos felszíne. Tehát tőle a sors ezt megtagadta. Tehát végig megvolt ez a robbanékony lélek az ő szívében, lelkében, értelmében, és hát itt az, megmondom őszintén, ez szubjektív, de úgy mindenre magyarázatot ad. Azon vitatkozott egy társával, egy ilyen híres kortársával, hogy vajon az óceán vagy a tenger a zöld vagy kék. Ez egy nagyon fontos vita téma. Véletlenül azt mondta az illető, hogy kék, de Attila barátunknak vitatkozhatnék a volt. Na, alig vár, és azt mondja, hogy zöld. És amikor ténylegesen már majdnem abból az ikrából lángba borul az egész világ, akkor lecsitul, mert nagyon sokan mondják körülötte azt, hogy kék, mert ő volt a zöld párti, és hogyan fejeződik be a vita. József Attila a következőket mondja. Na jó, van, tényleg kék, de nem úgy, ahogy te gondolod. Most egy ilyen természetű fiatal ember már beadta a névjegykártyáját. Tehát ez azt jelenti, hogy szellemes, sziporkázó, de ha éppen olyan kedve van, akkor a társaság többi tagjai nem szívesen fogják megtűrni. És ráadásul zseniális. Hát azt már nem is kell különösebben hozzátenni. Na most végeredményben miért jelentős ez a képlet? Azért, mert van neki egy nagyon fontos verse, ennek az elemzésétől ma el fogunk tekinteni. Tervbe vettem, aztán rájöttem, hogy ennyi idézetet felolvasok, a vers elemzésből nem lesz semmi, ez maga az eszmélet. Most vissza tudunk rá emlékezni, legalább az első verszakra és az utolsóra. Egy biztos, ha 12 verszakból áll, akkor vajon melyik az a 12-es keretrendszer, amelyre az eszmélet 12 verszaka hibátlanul, pontosan, tüneményesen ráírható. De ez maga az állatövi keretrendszer. Eszmélet. Mondom, érzékelünk valamit. Ha erre nem eszmél fel egy kortárs vagy egy utókor irodalom történet, akkor ott nagyon nagy bajok vannak. Na most hogyan indul az eszmélet? Hát gyönyörűen indul, megpróbálom úgy, ahogy fejből idézni, a földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, csilló könnyűség lebeg, az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Na most, a világ működése szempontjából ez milyen pillanat? S tiszta lágy szavára, a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. Szavára. Hogy teremtődik ez a világ? Igével teremtődik.
a földtől eloldja az eget a hajnal. Tehát ez világ születési helyzet. Évkörön belül az igével való teremtésnek az állomás helye hol van? A nyilasnál van. Tehát ezt azért illik tudni. És már bejelentkezik a túloldal, a testiség. Miért? Mert a földtől az eget. Kettősség. Bogarak, gyerekek. Kettősség. Mi van a nyilas túloldalán az évkörben? Ikrek. Na most tényleg csodálatos, ahogy így bontogatja, aztán kék, piros, sárga összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem ez a rend. Egy szálló porszem el nem hibbant. Na hova? Milyen irányba indulunk tovább? Ha nyilasban vagy. Egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, és a vas világban. Rend. Állatövön belül hol vagyunk? Precesszióba megyünk-e vissza a skorpió felé, vagy megyünk szépen a kisév mentén a bak irányába. Rend! Mindennek helye van. Szálló porszem el nem hibban, és vasvilága rend. Na most a bakban két bolygó játszik nagy szerepet. Az egyik, amelyik erőben van, ez melyik? Ez a Mars. A másik pedig, amelyik uralomban van, ez melyik? Ez a Szaturnusz. Melyik a vas világ, és melyik a rendnek a bolygója? Hát a Marsnak a féme az a vas. Tehát végig lehet nagyon szépen menni az égkörön, és hol fejeződik be? Vasútnál lakom. És itt megjelenik egy kozmikus kép. És amit itt megemlít, az a mindenség. Tehát én állok minden fülkefényben, én könyöklök és hallgatok. És lehet érzelni egy kozmikus végső, nem biztos, hogy pozitív, de egy biztos, itt egy mindenség képlettel állunk szembe. Most egyet viszont az eszmélet vonatkozásában tényleg lehet tudni. Saját tejútrendszerünk központja a nyilas csillagkép irányába van, a skorpió csillagkép irányában pedig milyen központ van? Rengedező szösz sötétben, így iramlanak, örökében kivilágított nappalok. Ez a mindenség központnak a lokalizált helye. Tehát a skorpió csillagkép irányában mi nem a tejútrendszer felé tudunk tájékozódni, hanem a mindenség feltételezett központja felé. Na most ezt egy eszmélet szintjén tényleg tudni kell. Viszont azt is tudni kell, hogy nem ezen az úton fogunk most elindulni, mert akkor tényleg nem érnénk a dolgok végére, de egy biztos, elindul egy pályakép, és bizony nagyon sok minden már a születése alapján érzékelhetővé válik. Skorpió aszcendens, ma így mondanám minden művel asztrolog, és kos halában született. Most ha tudok róla valamit, hanem a kos melyik évszaknak a, hogy mondjam, tényleg a par excellence hónap képviselője. Petőfi Sándor verseire gondolunk. Ki kelet? És a ki keletben mi a lényeg? Az, hogy jön a szerelem. Na most, ha kos meghatározza az ő működését, akkor már lehet érzékelni, ami tényleg minden versen átüt. Tehát bizonyos dolgok nála alapvető szabályként jelennek meg. Nagy tüzet kell rakni, mindent beledobni, pusztítva újra teremteni. Tehát van egy nagyon határozott, ténylegesen az első pillanatban öncélú harciasság, de hát a kosban is, és a skorpióban, és a Mars az Úr. Na most ez miért nagyon lényeges? Mert végig a vas a költeményeim végig megy. Végig. A leggyakrabban emlegetett fémfajta melyik fém? A vas. Az, hogy ő vasútnál lakik, az, hogy vasút elé legugol, az, hogy vasöltönybe áll valaki előtte, ez a világ legtermészetesebb dolga. Igenis van kozmikus vonatkozása egy ilyen pályaképnek. És ő azáltal tudott nagyot alkotni, hogy gyakorlatilag anélkül, hogy bizonyítható lenne, hogy foglalkozott ilyenfajta tájékozódással, gyakorlatilag minden versében megmutatkozik egy kozmikus teljesség. Hát ő maga kiáltja a világgá. Mindenséggel mérd magad. Mindenség központ hol van? Ott, ahol az eszmélet utolsó állomás helye szépen elkezd bontakozni. Tehát igenis tudatában van dolgoknak,
És itt most nem az értelemi a főszerető. Leírják olyan életrajzírók, akik aztán jobb lett volna inkább, ha nem írnak József Attila életrajzok. De amikor ő Bécsben tanulgat, hát Bécs gondolom nem nehéz kitalálni, elhangzott itt is. Lukács György. Tényleg? Rákosi Mátyás. Tényleg? Hogyan lehetséges az, hogy József Attila körül, még a tojáshely ott van a kis nadrágja ünnepén, de gyakorlatilag csak ilyen alakok garázdálkodnak. Tisztelet a kivételnek, jó, Juhász Gyula és a Népi Írók és Költők Társasága. Tehát mint egy zsákmányra úgy csaptak le József Attilára. Hát egy fiatal embert, aki ráadásul nagyon öntudatos, nagyon robbanékony, nagyon lendületes. Hát mire rájön arra, hogy őt egy kicsit megvezették, addigra már a félvilággal összeveszett. Mert ilyen típusú ember. Na most ettől függetlenül tényleg nagyon sok mindennel foglalkozik, és leírják, tehát itt nem lehet mellé beszélni. Bécsi tartózkodása ideje alatt a relativitás elméletről és a kvantum mechanikáról, tehát tulajdonképpen olyan dolgokról, amik csak elméletben léteztek, 17-18-19 éves korában olyan leírásai maradtak fenn, hogy például a Heisenbergi későbbi tudomány igazolta vissza. Most ha neki atomfizikáról ilyen sejtései vannak, akkor a metafizikáról vajon nincsenek? A mindenség működéséről? Hát minden versében ott van, hogy ne légy szeres, és miért nem? Mert dolgozni csak pontosan, szépen, hogy a csillag megy az égen. Majd máshol mit mond? Minden szervem óra csillagokhoz igazítva jár. És kortársai elmondják róla azt, hogy József Attila semmi olyat nem fogalmazódott meg, ami egy önkényes költői fantázia szüleménye lett volna. Gyakorlatilag minden versét, mint mérnök tervezi meg. És bármilyen hasonlat jelenik meg, elmondják a kortársai már, egyet lehet róla tudni, hogy az valóság. Hát hányszor mondja el a verseiben, hogy a valóság? Számára ez a fontos. Sok egyéb más mellett is természetesen. Tehát igenis ő együtt lélegzik a mindenség működésével, és általa a mindenség sorsát lehet megismerni. Ez pedig 20. században nagyon tragikus sors. Tehát már meg lehet előlegezni. Na, megyünk a következő, hát igen, a Józsefnél. Azért még itt egy pillanatra megállunk. Na most, ha József a családnak a vezetője, miért ne lenne, hiszen ez egy családnév, ez egy vezetéknév, ez nem egy keresztnév. Akkor nyelvpörgetés útján itt az attilai tulajdonságok tetszik nekünk, vagy nem, kapnak egy józsefi kategóriát. Nos, ezt a nevet, hogy József Attila, ezt sokáig le se tudták írni. De nem véletlenül írja az utolsó versében, hogy íme hát megleltem hazámat a földet, hol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet, ki eltemet. Miért? Mert ezt mindenféle változat, például Józsefi változatban is leírták. Józsefi Attila. Vég nélküli változatok vannak. És az ember nem érti. Hogy lehetséges ez? Mindenhol olyan adminisztratív szervezetek működésével találkozunk, hogy a legalapvetőbb dolgokat nem tudják törzskönyvezni. Most református vagy katolikus? József vagy Józsefi vagy Josefú? Hát ezt ki sem mondom, mert fú abban a pillanatban. Nyilván Áron barátunkat itt soha nem nevezték, de egy biztos, ha az apa Áron, milyen Áron jön a fiú? Nagyon nagy Áron jön. Tehát itt tényleg ezeket számon kell tartani. Miért? Mert maga József Attila látja ilyen keretek között a megnyilatkozó világot. Számára mindennek jelentése van. Most a bibliai József, ha ez egy kérges, szőrös szívű fenevad lett volna, elfogadta volna, hogy Mária elkezd neki a gyönyörű szép hajadon regélni arról, hogy tudod Jóska, ez úgy volt, hogy meglátogatott a Szentlélek. Nos, mit mondott erre volna József? Hát lehet, hogy téged meglátogatod, de amit most kapni fog, az aztán nem tudom, hogy mi lesz.
De mivel milyen típusú ember, jó szívű, és álmában a szívébe száll Isten angyala, és kiokítja őt, hogy József, József, ne akard Máriát elküldeni. Miért? Mert amit ő a szíve alatt hordoz, az tényleg a Szentlélektől van. J-vel indulunk, J-nek pedig a sziszegős párja, az maga az S. És utána az F az milyen hangra? Egy PDVF kategória tag, és már tényleg ott vagyunk, hogy jó szívű Attila. Tehát tulajdonképpen itt Attila jó szívűsége fogja most már a pályaképet meghatározni. Tetszik nekünk, nem? Mi az, amit még az ellenfelei is elmondanak róla? Mert azért néha összerögtak. Milyen volt József Attila szíve? Mindenki elmondja, jó szívű volt. Tehát ez azt jelenti, ha valakinek nem volt, akkor ő volt az, akinek mi lehetett tudni, hogy soha nincs, de a soha nincs be, amilyen mégis adódott, abban a pillanatban odaadta másnak, a jobban rászorulónak. Tehát mindig a szíve vezette. Hát aztán oda is, ahova jutott természetesen, de akkor most jön a következő idézet, mert itt kicsit hosszadalmas, hát ez egy... az életrajzából, amit itt hallottunk, abból az attilai rész külön kiemelve. Harmadikos olvasókönyvemben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról. Na most, ő írja le? Tehát megint a mihez tartás vége. Hogyan vagyunk idomítva? Mert nem neve, ez már idomítás. Tehát ha van mondjuk egy avantgárd költő, ilyen volt Kassák Lajos, akkor természetesen abban a nagy semmibe, ami Kassák Lajos életpályáján igen gyakran megjelent, abban viszont mindent bele kell olvasni, ugye? Hát elmegyünk egy modern képzőművészeti kiállításra. Akkor hogy nem jöhetünk ki? Úgy, hogy nem mondjuk azt, hogy ez bizony a művészet meghazudtolása. És miért? Mert nekünk addig kell a nagy semmi előtt állni, míg el nem kezdjük mondani, hogy ott viszont minden ott van. Hogyan le? Mi ez a kettős mércével való mérés? Tehát a semmibe mindig bele kell valamit magyarázni. Amiben pedig benne van, ott meg jön a mese, hogy ne magyarázzunk bele ilyen dolgokat. Na most maga József Attila írja le. Ráadásul emlékezzünk az előzményre. Édesanyjának álmában megjelenik egy ősz öregember, és mit mond? Fiat fog születni, Attila legyen a neve, és ami nem utolsó szempont. Híres ember lesz belőle. Ez a Pölce Borbál, ez tényleg egy nehéz sorsú asszony volt. Életében egyszer abrakolta meg a sodrófával a kis Attilát. Miért volt ilyen kivételes? Hát Jorán és Etus sokkal több verést kaptak. Miért? Mert nagyon hitt az álmának. És a majdani híres kis Attila nem akarta minden kis apró huncutságért jól elgyabudjálni. Tehát védettséget élvezett. És mindig ez volt a mentség. Most nem verem megmondja, mert híres ember lesz belőle. Tehát már József Attila is így nő föl. Tehát mindig az első pillanattól tudatában van annak, hogy ő nem akárki. Ezt mindenki, aki vele találkozik, elmondja. Vágó Márta például. Tehát az első szerelmek között az egyik. Bárki, aki találkozik, elmondja, hogy bizony József Attila, mert ők nem láttak benne túl sokat. Hát ez a osztály elragadta tőlem is egyebek história. De igen ám, ha más nem is, ő magáról pontosan tudta, hogy kicsoda, micsoda és miért született erre a világra. Na most, történelmem. Érdekes történeteket találtam Attila királyról, és rávezettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a Hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, nomen est omen. Tehát ez már elegendő lenne, ő magyarázza meg. Nem csak azért, mert engem is Attilának hívnak. Belép egy többlet információ. Hanem azért is, mert öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak. Na most az ember itt kap a szívéhez, és szegény kis Attila öcsödi évei.
csoda, hogy ezt a csődöt ő ott átélte. És nem is akarom tovább folytatni. A szomszédokkal való találkozás után a fülem hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Nem igaz. Honnan tudjuk? Hát onnan tudjuk, hogy öcsöd azóta több alkalommal jelentette tanulmányok sorozataiban, az öcsödi tanácselnöki hivatal, aztán polgármesteri hivatal, hogy ezzel ők érintettség okán nem értenek egyet, mert nincs olyan normális ember öcsödön, aki ne tudná, hogy Attila név pedig már van. Miért? Mert Attila annak a tájegységnek megint csak főszereplője. Tehát úgynevezett kunhalmokat neveztek el róla. Mondai hagyományban állandóan visszatérő motívum, hogy valahol ott van a palotája. Tehát itt már az irodalom történeti tudomány is egy kicsit neveztel József Attilára, hogy ilyet hogy lehet mondani. Mert itt valami gond van. Nincs semmi gond, ő 4 éves. Nézzük meg, hogy Etus erről hogy értekezik. Gombai bácsi ott állt az ajtóban. Most ki ez a Gombai bácsi? Hát nehéz sorsú gyerekek, és tényleg az édesanyjuk nem tudja őket eltartani, ez valami iszonyat egyébként. Tehát József Attilának tényleg iszonyatosan nehéz volt a sorsa. És ki kellett őket adni, hogy mi mégse lelencházba legyenek, hanem családnál. És a Gombai család fogadta átmenetileg oda a gyermekeket. Na igen ám, de mit mond erről József Attila az Emlékezések a közös gyermekkorról című munkájában? Tehát Gombai bácsi ott állt az ajtóban. Ez olyan jól indul, hogy tulajdonképpen bármi történhetne, mert Gombai bácsi, mint tudjuk, ott áll az ajtóban. Magas kucsmában, mint egy varázsló. Na most ezért nem tekintettem el attól, hogy ne határoztam volna el, hogy igenis én ezt el fogom olvasni, mert az ember elfelejti. Itt mindennek jelentősége van. Magas kucsmában, mint egy varázsló. A kis Etus néhány évvel idősebb Attilánál. Mondjuk 3-mal, vagy nem tudom hány évvel. Attila 4 éves, Etus pedig egy kicsit már nagyobb bacska lány. És hogy jelenik meg a ház ura? Magas kucsmában, mint egy varázsló. Na most ilyen magas süveget kik hol szoktak hordani? Hát pont a mágusok, akik varázslói hírben is állnak. Tehát vannak érzékeljük a József Attilai pályakép, tel is tel van olyan félmondatok, hogy az ember elképed. Tehát jön egy olyan megerősítés, hogy itt ténylegesen egy utat járhatunk, amit ő maga is javasol, Attilai pályakép. Attilai sorsvonal, Attilai hatás működése. Na most. Nohát meggyüttetek, szólt a bácsi. És hogy hívnak? Kérdezte. A bácsi nagyon okos, nagyon ügyes, nagyon leleményes, pontosan olyan, mint minden bácsi. Mi magunk is ilyenek szoktunk lenni, hogy hívnak. És az emberek eszébe sem jut, ha egy dolog irritált engem gyerekkoromban. Akkor következő, hogy hívnak, hány éves vagy, jársz-e már iskolába? És magamban mondtam, hogy jól, akkor most minden. Tehát az a felnőtt, aki így kezdte, lehetett tűnni, hogy onnan nézve, tehát gyerek irányából nézve, ez nem normális. Biztos, hogy valami nagy gond van, mert Attila közbe fogta a kezemet, nem akarta elengedni. Hát persze, most képzeljük el, magas bácsi, kucsmában, mint egy jelenés. Én magam is átéltem gyerekkoromban olyan helyzetet, emlékszem Makkosmárján, ott érdegéltünk, jöttek, mentek a papok, igen ám, de egyszerre ilyen kis gyerekféle voltam. És megjelent a konyha ajtóba, ha jól emlékszem, Tamás atya, vagy a jóét tudja, hogy hogy hívták. Na de hogyan jelent meg? Abban a pillanatban elsötétült ott minden, mert egy 2 méter szálfa ember volt, fekete reverendába. Egy biztos, engem az asztal alól, semmi erőben nem lehet előszólítani, és hát az ember bömböl. Hát aztán magyarázhatta, hogy ő szereti a gyerekeket, mert a bácsi meg egyebek, nekem el volt intézve abban a kategóriában, éveken keresztül, a pap, mint
mint olyan. Tehát hogy hívnak, kérdezte. Attila közben fogta a kezemet, nem akart elengedni. Ekkor mondtam meg a nevét. Tehát Etus mondja meg a kisfiú nevét. Ekkor következett, hogy a bácsi kijelentette. Nem Attilának, hanem Pistának fogják hívni. Na most, vagy József Attilának hiszünk, vagy ennek a leírásnak. Az, hogy József Attila hogyan élte meg, az egy külön tétel. Nem az hangzik el, hogy ilyen név pedig nincsen, hanem nem Attilának, hanem Pistának fogják hívni. Na most erre mondják azt, a mitikus magyar történelem belép egy gyermek lelkébe. És vajon miért? Azért, mert az Attila név nagyon nagy név. Én magam Erdélyben nem egyszer hallottam olyan családfőtől, akinek a gyermeke Attila volt. Hogy nem szívesen adnak gyereknek Attila nevet. És vajon miért? Mert az a gyerek az isteni. És tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy már eleve, ha Attila a neve, nem hétköznapi sorsa van. Tehát hiába a szülői igyekezett, az a gyermek isteni. Én magam hallottam. Elmondják. Na most itt miről van szó? Bácsi magas kucsmában, mint egy varázsló. Mi történik most a kis Attila pályafutásánál? Szó szerint tehermentesítik. Szó szerint tehermentesítik. Nem Attilának fognak téged hívni, hanem Pistának. Megnézzük, milyen az egyszerű élet a te világodban. Már csak súgva merem mondani az, hogy itt van egy Attilai minőség, és van egy Istváni minőség. Na most mi az, amit nem nagyon ért meg az 1526 utáni évszázadokat átélt 20. századi magyarság? A Szent Istváni térítést és fordulatot. Hogy végeredményben az első királytitulus, az két királyra vonatkozik. Melyik az egyik? Egyik Attila, a másik pedig István. Itt viszont a Pista név hangzik el természetesen, és hangsúlyozom, hogy ez ilyen a szinten, főleg tudjuk, hogy ne felejtsük el, itt szarvas környezetében vagyunk át. Szarvastól nem messze van Öcsöd, ami azt jelenti, hogy a Kárpát-medence mértani központja Szarvas. Tehát ha van mágikus központja a Kárpát-medencének, akkor pontosan ez a térség. Ha valahol tudják, hogy Attila már pedig van, pontosan minden időben ez a terület. És ezek nem betelepített szlovákok. Gondolom, érzékeljük. Tehát eleve már az öltözet, miért? Mert itt tényleg nagy betelepítések voltak. Tehát Szarvason és Békés Csabán is, de Öcsöd az viszonylag úgy tartotta a helyét ebből a szempontból. Na most pontosan tudjuk, nem is olyan mai példákból is, hogy ameddig nem keresztelnek meg egy gyermeket, addig alkalmazzák a saját nevét, a választott nevét családon belül. Az összes nem tudomka, meg butácska, meg a jó ég tudja milyen körülleírások. Hogyan illetik? A név az nagy hatalom. Ránéz Gombai bácsi az ajtóban, és azt mondja, hogy mi ez a vánnyat kölök, ez Attila? Nem, fiam, te Pista vagy. Kezd a Pistaságnál. Aztán lesz belőled Attila. Tehát nem akarom itt különösebben kimosdatni a problémát ilyen szinten, de egy biztos, én ezt nem tartom annyira tragikusnak, ahogy József Attila ezt megfogalmazta. Miért? Mert ő maga tesz egy gyönyörű utalást, hogy elfogadtam a Pista nevet. Kései verseiben harag. Búsulsz-e Pista? 1937, hogyha jól emlékszem. Kit szólít meg József Attila? Saját magát. Tehát nem lehet úgy Attilának indulni a Szent Istváni térítés után, hogy a Pista szűrőn Attila nem enne át még akkor is, ha Attila sokkal erőbbi és hatalmasabb képződmény, mint maga a Pistaság ezen kategórián belül természetesen. Na és itt jön egy gyönyörű szép leírás, ugyanis két évig vannak Öcsödön,
és aztán az édesanyjuk hazaviszi őket. Hazautazásról alig van emlékem, mondja József Eta. Jöttek a szomszédok, üdvözölték Attillát. Nem is egy kis, mivel jönnek a három napkeleti bölcsőnek is Attillát üdvözölni? Aki most már nem Pista volt. Na most, mi történt Öcsödön? Tulajdonképpen egy alkímiai személyiségfejlesztő tanfolyam. És hogy József Attila sem olyan nehéz módon értette ezt a helyzetet, leírja József Attila, hogy Gombainétól úgy búcsúzott József Attila, a kisfiú, hogy majd egy zsák aranyat ad neki. Most ez már Attila. Tehát az, hogy zsák aranyat. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak, és most itt csücsülsz, mint fáktövén a bolond gomba. Tehát végig, ami József Attilában működik, ami megtörtént, az bizony a versekben jelen van. A zsák aranyat ígérni abban a világban, az már nagy dolog volt. Gondolom nem nehéz. Tehát kedveskedtek, tehát még egyszer, jöttek a szomszédok, üdvözölték Attilát, aki most már nem Pista volt. Kedveskedtek. Hoztak valamilyen könyvet, amin rózsa volt. Na most, ha ez nem maga a misztérium, mi az, hogy hoztak valami könyvet? Ferencváros külvárosában ennyire jól képzett a proletár osztály? Hogy mennek könyvel, amin rózsa volt? Hát ne felejtsük el, mi lesz ezzel a gyerekkel? Most már nem Pista sorsod van, hanem Attila könyv, amin rózsa van. Hát ki ennek a könyvnek a szerzője? Most ugrunk egy nagyot, József Attila. Tehát megjelenik egy virágnév, és ez a rózsa, ez milyen hatást képvisel? Rózsa. Gyenge vagy erős hatás? Hatalmas, ez erős. Tehát gondolom, tudjuk, hogy a rózsa virágnál erősebb világ nincsen. Van-e olyan magyar királylány, akinek nem a könyve fedőlapján van a rózsa, hanem így a kötényéből árasztja? Hát ez Szent Erzsébet. Tehát megint egy visszajadozás. Tehát persze, hogy működik a kis Attilának a kis személyes hányattatott élete, de minden emberi élet olyan, ahol nincsen tanítómester. Ő végig erre panaszkodik, pedig nem árt tudni, ez egy Juhász Gyula, nem akármilyen szintű segítőerőként jelent meg neki, de hogy igazi belső nagy, hát az ő tudásához mérten volt neki beavatómestere, tanítómestere? Hát ki az, aki tanítja őt? A nagybetűs élet. Na most kétféle pályaképlet van a rendkívüli elhívott ember élet után. Vagy az, hogy a sors állomások terelgetik őt tovább. Tehát egy-egy rendkívül kiemelt gócpont, egy ilyen állomás, egy rádöbbenti saját sorsára, feladatára, küldetésére. Ez a nehezebb út. Miért? Mert állandóan ahhoz vagyunk könnyítésként szokva, becsöngetek valahova, kijön Gombai bácsi, süveggel a fején, és beavat. Természetesen a tarisznyából veszi elő a sámánok mintájára a gombákat. Tehát miért ne venné elő? Tehát nem így működik. József Attila pályaképén is, Csontvári Koszkatilazar pályaképén is pontosan lehet tudni azt, hogy felülről egy attilai sors tényező tartja őket pályán. És ezáltal tulajdonképpen, ami Csontvári attilai pályájánál a festőecset, hát Attilánál direktebben mi jelenik meg? Az írótól. Na most az Attila névből mi az, amit ki tudunk kapásból olvasni? Van egy T és van két L vagy egy L. Ez mindegy, ez már el van. Aztán ez erős vagy gyenge, minden fog változtatni. Azt, hogy el. Na most hol jelentkezik a magyar költészet? Hát ha tudom, hogy toll, tehát penna például, de most a toll változatnál vagyunk. Miért ennyire hangsúlyos az, hogy toll költészetnél? Hát azért, mert itt a toll természetesen nem azt jelenti, hogy tologatunk valamiféle tollacskát magunk előtt, hanem a toll egy madárvilág felé vezet el. Na most szárnyából, testéből egy biztos a madár szárnyalni tud. A költészetben az ihlet miről nevezetes? Kúszik hason, ugye? És várja az alkalmas pillanatot.
ami nem jön el, miért? Mert az ihlet a szárnyon jár, az ihletettségnek a szárnyán. Na most, a tollban egy attilai minőség jelenik meg, a betűben pedig kiköszön vissza hozzá. Van egy B, és van egy E. József Attila mondja, hogy Lidi valakinek Batukán pesti rokona, április 11-re utalva. Batukán. Na most Batu itt most nem az a nagykán, de valami József Attilából megint csak előjön. Attila pályaképében benne kell, hogy legyen az a bizonyos minőség, ahol itt egy B-re indulunk, a T pedig a TDK kategóriához tartozik. És akkor hova jutunk? Hát eljutunk a betű útján, betűnek ki a hanggala kiváltó párja? Buda. Tollnak ki a hanggala kiváltó párja? Attila. És hogyan nevezik a műfajt? Versnek. Na most, a vers pedig lehet bármiből származtatni, egy biztos, véres valóság. Tehát a magyar költészet nem irodaházakból indult, hanem Balassi Bálint kardjával kezdődik, és megvannak az előzmények. Tehát a benne a vérben, ki az, aki megszólal egy magyar nemesben, Balassi például, szerelmi lira megteremtője. Hát itt döbbenünk rá, hogy bizony az attilai hatóerővel, mint tényezővel magyar művészet útján számolni kell. Hát emlékezzünk vissza arra, milyen szépen fogalmazza meg Thierry Amadé francia történész az attilai küldetést. És elmondja a következőket, hogy van három nagy korszak a magyar történelemben, Attila, Árpád és Szent István, ez a magyarok három nagy hős korszaka, és visszaugrik Attilához, de mindig Attilái a főszerep, mert Attila él mindenkiben tovább, Attila működik ebben a nemzetben. Ezt Thierry Amadé francia történésznek kell leírni. Hát 48-ban a Daliák mibe jelennek meg? Attilában. Tehát a mindennapi életet is szabályozza. És bizony a vers kapásból a véres felülmények. Tehát vérrel áldozunk akkor, hát a költők miért kiáltanak jobb időkben? Bárhol csak ne ágyban párnák között, hanem kint a csatamezőn. Zrínyi Miklósra gondoljuk, Petőfire. Ez bizony véres valóság. Mert az igazi nagy tehetség, én úgy vagyok, hogy 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen, egy pillanat és kész az idő egészet, 100 000 ősöm szemlélteti én velem, elhangzó Dunánál című vers. Hát kik szólalnak meg a vérben? Az ősök. Ősz öreg ember jön, és azt mondja, hogy Attila. Ki szólal meg József Attila vérében? Hát Attila. Csak nem az 5., nem a 4., nem a 10. században, hanem a 20. században. Nem lehet belőle hadvezér, hogy értsünk meg végre valamit. Tehát milyen úton fog az ő lírája, ez egyébként nem rendkívüli dolog, de egy biztos, itt az Attilaság még Csontváritól elmér, mert Csontvári gyönyörű szépen elmondja, ahogy Attila a magyarságot a világtörténelembe iktatta, ő Attila után szegődve az akkori kortárs magyarságot és magyar művészetet megint Attila példája alapján a világtörténelembe iktatja bele. Na most József Attilának nem ez a szerepe. Lehet érzékeny, már ez a jó szívűség. Egy biztos itt a szerelem játszol. Tehát a szerelmes Attilaság. Na most a szerelmes Attilaság belehal a szerelembe? Van meg az utolsó mindenbetetőző szerelemre. Tehát ez az a szerelem, amely úgy működik, hogy életét feláldozza a szerelem oltárra. Na igen ám, de itt 20. századig pörögnek az idők. Tehát az egek fogaskerekei azok szélsebes gyorsasággal, megint József Attilát idéztem, egek fogaskerekei, tehát szélsebes gyorsasággal pörögnek, ami mit jelent? Ami azt jelenti, hogy a szerelem útján neki nem lesz menedék. Tehát neki a szerelmet, mint világ
működtető, sőt, teremtő, alakító, fenntartó, újraindító tényező legmagasabb szinten kell működtetni, és ez melyik szerelem típushoz tartozik. Erről Papp Gábor szokott részletesen értekezni, nagyon sokan úgy felszoktak sziszenni, de bizony tudomásul kell venni. Tényleg van benne hatalmas nagy igazság. Az igazi szerelem az milyen? Reménytelen. Hát ne felejtsük el, mi szűz halak, haláltengelyben vagyunk. Hát ez nem a reménynek a tengelye, a reménytelenségnek a tengelye. Aztán ki hogy kozmetikázza, a 20-rangú kérdés, egyelőre én ezt csak meg tudom erősíteni. Most már így őszülve, meg egyebek, az ember most már látja. Van benne igazság. Hatalmas nagy igazság van benne. Tehát egy bizonyos lelki intenzitás hőfokához viszonyítva gyakorlatilag miért reménytelen? Mert gyakorlatilag olyan nő játssza a főszerepet, amelyik nem biztos, hogy ebben a nemzedékben megtestesült. Na most József Attila keresi. Hát el is hibázza például. Éppen tart egy ilyen vitafórumot a szocialistáknak, és bejön egy magas, karcsúnak, nem mondható, de ilyen jó alakú nő, zöld szeme van, szőke haja, nagyon mutatós nő. Szántó Juditnak hívják. Na Attila, ezt a nőt, ha lett volna eszed, ezt nem veszed észre. Igen ám, de Attila, hát ő van a poromban, leszól, rámutat a nőre, hogy kérem, várjon meg a előadó est után. Nos, aki maga ellen kiírja a sorsot, megkapja Szántó Juditot. No, én nem akarok tört indítani, de egy biztos. Szántó Judit zsebébe szerintem, hangsúlyozom, ez az én nem is magán véleményem, én így gondolom. Nagyon sok vers tűnt el az ő zsebében. Nagyon sok. Hát amikor véletlenül az Óda című verssel szaladt az a József Attila Balatonról, akkor nincs mese, így van. Ezt egyébként leírja a Kozmutca Flóra, így és Gyulámé is. Hogy Szántó Judit kapta meg azt a városi József Attila emlékházat, ami az ő tevékenysége révén egy dologgal révén vált híressé. Számtalan dokumentumot eltüntetett. Na most Szántó Judit 1956 után kinek volt a kegyence, vagy negyen? Tehát milyen körbe tartozott? Segítek, Kádár János szűkebb köréhez tartozott. Na de Makai Ödön, József Jolánnak ügyvédférje. Kinek a szűk köréhez tartozott? Rákosi Mátyásihoz. Na most úgy meg van fogva József Attila, hogyha még azt mondja, hogy gyerekek, jó leszülettem, na de én ezekhez nem tudja kikerülni. Tehát ő nem azért volt kommunista idézőjelbe, vagy szociálisan érzékeny, mert mindennel egyetértett, hanem azért, mert ez a volt a vállalt tehertétel. Ő sem szerette, szenvedett tőle. Hát nem egyszer elmondja, és tényleg gyönyörűen a Siesta szanatóriumban is elpanaszolja egyébként, hogy én ezekhez soha nem, tehát ő nem megsértődött, hogy nem ő, persze, hogy megsértődött. Miért? Mert küldetése van. Na most nagyon csúnya lesz, amit mondok. Egy alkalommal Lukács György találkozott Sztálin elvtárssal. Lukács György. És Lukács György elvtárs egy moszkvai ilyen író kongresszuson elmondta, hogy hogyan lehetne a kommunizmus, mint eszmerendszer, egy kicsit, hát az eszmék szintjén olyan szebbé tenni, olyan szellemibbé, olyan hatásosabbá. Milyen választ kapott? Úgy jó, ahogy van. Ne akarjuk, hogy mondjam, egy kicsit nem ideológusabbá, hanem finomabb, szubtilisebb szellemi értékeket mutatóvá tenni. Na most József Attila mit akarta? Lehetetlent akarta megkísérelni. Ne felejtsük el, 20. század eleje. Ez mit jelent? A szép dolog a középkor, de a globalizáció előszobájában vagyunk. És a tömegember kialakításának ideje.
Pontosabban ez mit jelent? Munkásoknak emberi öntudat. Ha nem lesz munkásoknak emberi öntudat, ha József Attila finnyáskodik, hát mindenki finnyáskodott, van olyan Kassák Lajosra. Hogy ő jelz, hogy ő ilyen kommunista, olyan szocialista. Láttunk már panel rengetegben, géplakatost a 20-as, 30-as években Kassák Lajos műveit, avantgárd verseit olvasgatni? Ha valaki látott, jelentkezzen. Látvány Nobel-díjra fogják előterjeszteni, hogy ő látott. Hát egyszerűen nem volt olyan közvetlen művészeti teljesítmény, ami ebből a tömegember, vagyis főemlősi sor volt, ezt az osztály társadalmi réteget egy kicsit fejjel tudta volna emelni. Küldetése volt. Le kellett szállnia bizony ebben a hatalmas nagy mocsokba. Na, rózsa és a könyv. Tehát a rózsa az az erősnek a névváltozata, és most gyorsan visszatérünk, mert hát haladunk szépen előre az idővel. Tehát Attila név nincsen, itt tettük ezt a kis kitérőt. Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy létezésemet mondták kétségbe. Na most nagyon szép, miért? Mert ő tudja. Ő Attilaként indult, egyetlen egy dolgot nem tud. Ebben a világban, a pistaságon, az Attilaságnak át kell magát rágnia. Nagyon szeretünk Attila, nagyon rendes kisfiú vagy, de attilai küldetéssel érkeztél, a pistaságot kikerülni nem lehet. Attila királyról szóló mesék fölfedezése, azt hiszem, mi az ő igazi hite. Jó, ez most egy olyan csavarás, de hát a nyelv így is működik. Ez az ő hite, Attila hite van. Hát ő soha nem tekintette magát görög-keletűnek, nem tekintette magát a szójan értelemben reformátusnak. Minden templomban otthon volt. Miért? Mert a Kárpát-medencében Attila hitét kereste, és találta is meg egyébként. Tehát azt hiszem döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre. Van kérdés. Tehát az József Attilai pályafutásra kihat döntő erővel. Ő maga írja, minden törekvésemre döntő erővel hatott. Kicsoda? Attila király. Hát ha ez elhangzik ma mondjuk a Kossuth rádióban, én magam jelentkezem a konklávén. Hogyan lehet ilyen mélyre süllyedni? Hát kikerülik József Attila életét. Szó szerint kikerül. Mindenféle hülyeség benne van. Került kezembe olyan József Attila tanulmány kötet, tehát a pályafutásáról 2000 körül jelent meg Miskolcon. Na most az ember csak nézi. Egyszer olvashatatlan esztéta nyelvezet. Ez olyan, mintha mondjuk matematikai egyenletekről írt volna doktori disszertációt. Egy magyar szó nincsen egy magyarnak nevezett mondatban. Tele van idegen szakkifejezésekkel. És a legjelentéktelenebb dolgok. Akár a versek szintjén miért? Általában egy pályaképen belül nem úgy jelennek meg a művek, hogy mindegyik a csúcson van. Vannak hordalékok. És ha végre kiválaszt egy olyan művet, ami remek mű, akkor természetesen hogyan magyarázza? Alul kezdi el magyarázni. És egy csokor teljesen kimarad ezekből a úgynevezett válogatott tanulmányos kötetekből, az, hogy József Attilának a magyarsághoz milyen a viszonya. Hát a nagy internacionalista költő, a szocialista líra megteremtője, nagy proletár költő. Na most kicáfol rá, hogy ez nem így van. Hazám című versében, utolsó esztendőben József Attila, adj magyarságot a magyarnak. És végeredményben ő végig magyar költőnek tartja magát. Csak van egy nagy gond. A magyar társadalmon belül hova kell neki szólnia? Kiket kell megtalálnia? Iszonyú erőfeszítés egyébként. Hát ne felejtsük el, a városi proletár réteg
és a falusi paraszt szegény réteg. Na engedelmet kérek, a mai magyar társadalmat végeredményben mi az, ami jellemző? És tök mindegy, hogyan fogalmazunk. Ha magyar valaki nagyvárosban, hol fog lakni? Akinek jó sorsa és szerencséje van, tehát a többség hol lakik? Panel rengetegben, iszonyatban. Hát menjünk el vidéki város, Salgótarjánba például. Hát milyen városok ezek? És mi a helyzet falu? Gazdatüntetésre gondoljunk. Akkor aktuális József Attila? Hát nagyon aktuális. Csak egy dolgot kihagynak, adj magyarságot a magyarnak. Hát nem akárki, mint a Kassákot, ezt most nagyon... Szóval a lényeg az, hogy ők maguk határolódnak el József Attilától. Tehát mondván, hogy József Attila nem szocialista költő. A kortársak elhatárolódnak. És az, hogy József Attila még néhány kört fut, miért? Mert ezt vállalta. Mert Kassák versei munkásosztálynak öntudatot nem fognak adni, hangsúlyozom. Most jó értelemben. Hát ne felejtsük el, a 21. századi globalizált világ milyen világ? Milyen erők működnek? Ej, döntsd a tőkét, ne siránkozz! Ezt minden bank oldalára fel kellene írni. Ez nem annak a kornak a jellemzője. Ez a mi nagy gondunk. Tőkés osztály uralkodik, és ráadásul nem hazai ez a tőkés ország. A tőkét egészen máshonnan hozta be. És egészen más célok érdekében hozzá lehet szürreális vers, lehet folytatni. Na, tehát Attila királyról szóló mesék felfedezése azt hiszem döntően hatott ettől kezdően minden törekvésemre. Tehát tudjuk azt, mit jelent, hogy minden törekvés? Ez azt jelenti, hogy elmenni a lakótelepekre, elmenni az elszegényedettekhez. Ki az, aki elmegy? Attila király. Tehát tessék leszállni a magas lóról. De miért nem szállunk le? Mert két nagy tábor van. Az egyik vihog azon, hogy József Attilát kommunista költőnek nevezik, mert ő jól értesült, a másik pedig természetesen kikéri magának, mert József Attila nagy proletár költő, és nem vesznek észre alapvető dolgokat. József Attila önéletrajzát például, és az összes többit. És majd látjuk, hogy a verseiből mindez hogyan fog kikerekedni. Tehát végső soron talán ez az élményem vezetett el, tehát rosszul indítottunk, döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre. Végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz. Ki vezette előtt az irodalomhoz? Attila. Na most milyen a sorsképlet? Hát nyilván Attila beavató mesterként, Gombai bácsinak átszázva magát, oly módon nem fog megjelenni. De Attilaság, mint a magyarság sorsának végső forrása, természetesen megfelelő időben hozzájuttatja egy felismeréshez. Miért? Mert abban a pillanatban eszembe jut, hogy miért születtem. Tehát rá lehet találni, nincs olyan sorsvállalás, sorshelyzet, hogy az ember tényleg nagyon magasról indul és nagyon mélyre száll alá, hogy az élete ne vezetné rá arra a küldetésre, amilyen küldetéssel ő erre a világra leszületett. Aztán visszatérve ide, végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja. Most egy kis játékossággal. Valóban kék a tenger, nem úgy, hogy te gondolod. Tehát azért mindig ott van az a, azért fölülvizsgáljuk. De tényleg megértő. Tehát József Attilánál joviálisabb ember talán abban a korban nem is létezett. Aranyszíve volt, ezt mindenki elmondja. De hát olyan túlfeszített lelki állapotban volt, hogy ezt nem lehetett mindig ilyen hétköznapi keretek között tartani. Tehát állandóan szikrázott belőle valami belső erő.
aki hallgat a Pista névre. Tehát bizony itt jön egy nagyon halvány korrekció, még be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják. Hogyan fogadják őt néhány évvel teltével? Attilaként üdvözlik. És nagy tiszteletben részesíti, tehát ezt nem tudnánk, hogy ez József Eta életrajzi leírásából származik, csak a nevekkel mire gondolnánk? Az, hogy jönnek oda és üdvözlik Attilát, és egy könyvet hoznak, amelyen egy nagy rózsa van. Tehát lehet érzékelni, hogy igen, itt egészen más szinten dőlnek el a dolgok. Na, jön a harmadik tétel, Juhász Gyula előszó. Hát a Szépség Koldusa című követelő 1922-ben jelent meg. Na most az, hogy Juhász Gyula tudja vagy nem tudja, egy biztos nem tud máshogy fogalmazni, mint ahogy itt eddig elhangzott. Ugyanis olvasható az előszó. Gyűjteményekben benne van. Szépség Koldusának utána lehet nyomozni. József Attila Isten kegyelméből való költő. Gondolnánk költői közhely. Nem az. Ugyanis a magyar történelemben belül ezt a címet, hogy Isten kegyelméből bizonyíthatóan kihasználta először. Attila használta először. Elővesszük. Nem a Moszkvába kitűnök Nagy Lajosnak a krónikáját, hanem Nagy Lajos krónikáját, a Képes krónikáját, vagy Tibóc János krónikát. Tehát teljesen minden magyar krónikákban, Kézai Simon krónikájában, hogy szerepel Attila követ. Elmondják, hogy Attilának mi volt a címe. Attila Isten kegyelméből, Bendegúz fia, Nagy Nimrod unokája. Tehát ne felejtsük el, Juhász Gyula nagy hazafi volt. És ha Attila, hát senki nem gondolhatja azt, hogy mondjuk öcsödi élmények után Szegeden a mi Attila barátunk a nagy fájó szívével nem panaszkodott Juhász Gyulának. Gyula bátyám, képzel, ezek a marhák. Ott állt a Gombai bácsi, kucsmával a fejébe. És bemondatta a tévébe, a rádióba, hogy Attila név már pedig nincs. Trianon utáni időkben vagyunk. És Attila név már pedig van. És hogy Juhász Gyula látja, hogy kinek a pályaképe indul el, ő maga adja a tanúbizonyságát. Emberek magyarok, íme a költő, aki indul magasba és mélybe, József Attila. Kell ennél többet mondani? Hát ő még hozzátesz néhány mondatot. Szeressétek és fogjátok pártját neki. Kinek fogjuk mi a pártját? Hát kit érdekel ez a taknyos gyerek? A küldetése a lényeges. Milyen küldetése van taknyos gyerekként? Most nagyon csúnya, amit mondtam, de hát hogy érezhető legyen. Van egy ilyen oldala az életünknek. Lehet kritizálni, lehet bírálni, lehet gúnyolódni. Vele is sokat gúnyolódtak. Attilai formátum megjelenése az, ami itt működik. És van egy dráma, a vesztett szabadságharc után, 1853 körül írja, hogyha jól emlékszem, Hegedűs Lajos, Attila királyról. Pap Gábor jóvoltáról az ötszínű Attila király életét bemutató, irodalmi feldolgozások révén bemutató kötetben megjelent. Először adták ki. Hát a mihez tartás véget, ezeket nem árt tudni. Ilyen gyöngyszemek kerülnek elő mondjuk az ezredfordulón is. Tehát gyakorlatilag itt áll az ablakban ez a mű. Előtte nem volt hozzáférhető. És ott Attila király haldoklik. Mököré jegyülnek a hunok, vagyis magyarok, és Attila következőket intézi szózatként. Népen. Ha úgy szeretheted önmagad, ahogy én szerettelek, örökké élsz. Na most végeredményben ez az, ami itt megjelenik. Tehát hogy szereti Attila a magyarságot? Ahogy nekünk kellene önmagunkat szeretni, mert akkor már nem narcisztikusan önmagunkat szeretjük, hanem a bennünk élő lüktető attilai minőséget. Össze vagyunk kötve. Együtt lélegzünk, együtt dobban a szívünk.
Tehát a magyarság sorsát ebben az időszakban, Jézus születése utáni világhónaptól az ítéletig Attila határozza meg. Hangsúlyozom, Thierry Amadé francia történész leírja. Tehát francia történészként. Hogy a magyar ott kezdődik, akkor az Attilaságot önmagában, nyilván a saját küldetéséhez, személyiségéhez viszonyítva, de felismeri. Tehát, szeressétek és fogjátok pártját neki. Na most mi a legnagyobb gond? Végeredményben nem úgy szeretik, és nem az Attilaság pártját kezdik el fogni, hanem gyakorlatilag hallottunk erről már példákat, jelentéktel, ha még meg is bolondult volna, és akkor mi van? Mi van? Ma egy 21. századi ember, ha végignézni egy napját, egy biztos, Bag doktor dörzsölné a kezét. Olyan megbolondult buta világban élünk. Tehát, fogjátok, szeressétek és fogjátok pártját neki. Ennek a szegény csonka országnak egyetlen megmaradt és el nem rabolható kincse a kultúrája. És ennek a kultúrának reménységei közül való, ez a József Attila. Reménysége a kultúrának. Munkásoknak emberi öntudat. Ők is itt vannak. Hát ma a magyarságnak mi a legnagyobb baja? Ezt a lefelé húzó, tehetetlenség által lefelé sodorodó társadalmi réteget nem tudjuk felemelni. Viszont ez magával tud bennünket rántani. Paphelyzet van az országban. Na most József Attila nem ezen az oldalon okoskodik, hanem oda megy hozzájuk. És felvilágosítja őket, hogy haramják az emberek. Talán dünnyögje egy új mesét. A fasiszta kommunizmusé. Akkor Attila most mégsem kommunista volt? Hát ezek szerint mégsem, mert mire figyelmeztet? A fasizmus és a kommunizmus ugyanaz. Egy dolognak két oldala. Ő maga mondja el. Hát nem is nagyon szerették ezt a versét, csak valami miatt belecsöppent. Hát kellett variálni, hogy melyikre, ez egy nagyon híres verse volt. Ez nagyon sok helyen megjelent. Ezt nem lehetett elsikasztani, mint a Nem-nem soha című ifjúkori versét. Ismerjük. Hát gyakorlatilag az Petőfi Sándor Talpra Magyar című költeményének, tehát ennek a hazafias nagy nemzeti dalnak a méltó párja. Nincs azon a szinten egyébként, de egy biztos. Oly módon lehetne szavalni, hogy abban a pillanatban itt sehol nem lenne kérdés, hogy hol vannak az eredeti magyar határok. Lelkesítő, kos. Tehát lelkesítő, dinamikus, robbanó erőműködik benne. Hát nem is nagyon szeretik. Nehogy azt higgyük, hogy most majd az RTL Klub külön kiadása, amely József Attiláról megemlékezik, nem-nem soha című versét fogja főcímben szavartatni. Tehát ennek a kultúrának reménységei közül való ez a József Attila, akit nem én, de a múzsa avatott pappá, a szépség és igazság magyar tempomában. Na, tehát gondolom érzékeny. Ez valóban látja József Attila küldetését. Ő a papa templomban, igen ám, de itt járnak hívekként a templomban. Nem csak a polgári osztály, hanem ez a leépült, félrevezetett tömegréteg is néha bemegy ám a templomba. És akkor nem mindegy, hogy a papbácsi hogy misézik. Elkezdott okoskodni, össze-vissza beszélni, vagy tényleg szívükhöz tud a híveknek szólni. Na, nem tartunk szünetet, megmondom, hogy miért, mert mindjárt be tudjuk fejezni az első részt, aztán utána megyünk. De most már még jól járunk tulajdonképpen az idővel, csak gyorsan sikerül majd befejezni, ilyet már sokszor mondtam. Na most. Hogyan jelenik meg az attilai küldetés József Attila ifjúkori, fiatalkori műveiben? Hát erre szoktam sehogy. Hát lehet, hogy neked sehogy,
de gyakorlatilag megjelenik. És hogyan? Úgy, hogy nem döngeti a mellét, ahogy az önélet rajzában, de ezerszer elmondja. Hely burzsua, hely proletár, én, József, és mi a lényeg? Attila, itt vagyok, ébresztő elvtársak. Hát, ha a fületekig el fog jutni az örömhír. Aztán gondoljuk az első kis leírására, erről a kis vágyversikére. De szeretnék egyszer gazdag, és akkor mi van? De hogyan fejeződik be? Dicsekednék fűnek, fának. Fűnek, fának. Nem a munkásosztálynak, ez már kozmikus szint. Hát a fa itt a mindenségen belül, melyik kozmikus egység képjele? Bolygórendszer, állatő vagy tejút képjele a fa? A tejútnak a képjele. Tehát élettengelyben vagyunk, a fű pedig így nő egymás mellett, és ugyanolyan is sok van belőle, hol jelenik meg? A szűz tulajdonságok mentén. Na most földi világban élve, ez a két nagyon fontos kozmikus irányban. Dicsekednék fűnek, fának, én tudom, hogy a hétköznapi élet olyan, hogy van fű és fa, mi jó dolga van Attilának. Tehát az első kis zsengéjében tulajdonképpen Attila jó dolgáért cselekszik ebben a világban. Tehát az Attilaságot akarja a magyarság lelkében föltámasztani. A szenvedő Attilaságot akarja megmenteni. Mindenkiben ott van, aki magyarnak született, vagy magyarnak véli vallja magát. Tehát ez már a nyelvből adódik. Ez egy attillai nyelvezet. És ezzel már az ember mindent elmondott. Na most, van egy verse, 20. születésnapjára írta. Most József Attila egy nagyon érdekes költő, miért? Mert szereti magát meglepni saját születése napján. Mások nem nagyon szoktak neki meglepetést okozni. Gyakorlatilag, hogyha április 11-e körüli verseit összegyűjtenénk, külön kötetet lehetne belőle kiadni. És ilyenkor ő nagyon pontosan fogalmaz. Emlékezzünk az utolsó ilyenre. Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtan tanul, se kény, e kény. És mit mond? Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani. Na ez az attilai minőség. Ő az egész népet fogja tanítani. Az más kérdés, hogy Horger Antal nagyon horogra fogott ott benne valamit, és megint ugyanaz a helyzet, mint Gombai bácsival. Tehát Horger bácsi elmondta, hogy ő azért nem úgy mondta annak idején ennek a gyereknek. Túlságosan, hát nagyon érzékeny József Attila, és tegyük a szívünkre a kezünket, de ez csak ilyen belső körbe meri az ember elmondani. Ezt a tiszta szívvel, ezt kik, maga József Attila mondja el, kik őt tűzték zászlóra? Hát gyakorlatilag ott litániáztak a Fiumei úti temetőbe. És miért? Hát azért térjünk észhez. Hát szeretjük József Attilát. Na mi ez a vers? Attila. Ha kell, embert is ölök. És akkor mi van? Na, mondjál még valamit. Én tudom, hogy itt egy pusztítva újra teremtő erő jelenik meg. Ez amit az ostor csattogás. Csak az ostor cselvítésben van egy gond, hogy néha az ember saját magát kapja úgy telibe, hogyha még nem elég gyakorlat, hát én már láttam ilyet. Amikor az ember fölgeti, hát bizony, páf! Hát most Attila így járt ezzel a verssel. Hát én ezért őt megint nem sajnálom. Bármennyire hihetetlen és különös. Mert egy biztos nagyon visszaéltek ezzel a verssel, és nem lehetett elvárni egy Horger Antaltól, hogy ő egy attilai küldetésen belül egy pusztítva újra teremtő erőnek a játékos működését észlelje 15 éves köröknek a versével, nem tudom hány éves. Hát ma is kicsapnák bárhonnan. Hát ma is küldenek el embereket iskolákból. Kevesebb is elég. Mi időnkben elég volt egy-két dolgot fölírni a táblára,
nem hogy verset írni, egy-két dolgot fölírni. Már beírták a szülőket, már írták a rendőrséget, és elkezdtek azon tűnődni, hogy nagyobb botrány nélkül, hogyan lehet a gyereket eltávolítani az iskolából. Ilyen van, mással is előfordult már. Na, de hát még szerencsé, hogy tiszta szívvel, de hangsúlyozom. Senki nem tudja azt, hogy ilyenkor egy úgynevezett sívai erő mozgósul. Hát Isten ostora, Attila. Tehát nem fog Isten ostorával simogatni, de nem azért cserbít az ostorra, hogy az zokon vegyük, hanem azért valami serkentés vagy ilyen lendület révén magunkra találjuk. Miért? Mert elgyomosodott az emberi lélek, az emberi szív. Hát ilyenkor aztán ki kell pucolni. Na most jön Attila is, és akkor jön. És Holger Antalul meg, jaj, hát akkor most már itt óriási botrány lesz. Nem lesz botrány, mindegy. Nem is ez a lényeg most ebből a szempontból. 1925. április 11. Most ennek a versnek az a címe, hogy április 11. Akkor miről szól ez a vers? József Attiláról. Milyen módon? Hogyan született meg? Hogyan jött erre a világra, és ebben a világban mi a feladata? Költészetben egyedülálló ez a megközelítés, vagy témafeldolgozás? Nem egyedülálló. Gondoljunk Janus Pannonius saját lelkéhez címzett költeményre. Most Janus Pannonius ebben a versben mit mond el? Szöveggyűjteményekbe is hozzáférhető. Harmadik gimnáziumi osztály szöveggyűjteményeibe benne van. Tehát lehet olvasni, ezzel csak azt akartam mondani. Honnan jön a lélek? A tejút irányából, a tejúton jön végig. Janus Pannonius elmondja, hogy bizony a tej útján érkezik, és leszálltában látja már a állatövi naprendszeri közeget. Miért? Mert földre születik, és ez azt jelenti, hogy keretrendszerbe születik be, és megnevezi a fő csillagképeket, amelyek már az ő lelkét rárétegzik a földi küldetés vonatkozásában egyfajta sorsra. Tehát itt nagyon szépen tisztán indulunk, de még le se születtünk, már érnek előéletben bennünk hatás, érnek hatások. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy úgy születünk tehertételekkel, hogy nem is tudjuk, hogy miért születtünk ilyen tehertételekkel. Janus Pannonius figyelmeztet. Nagyon okos voltam ott fent, mondja, most nagyon szabadon idézem az ő művét, és mindenre odafigyeltem. De túltengett a léleknek és a szellemnek a figyelme. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a testiség kialakítására nagyon kevés figyelmet összpontosítottunk. Éppen ezért mit mond? Ha majd visszatérsz lelked, és eltelik ezer esztendő, és majd újra leszületsz, hát arra figyelj oda, hogy ne ilyen testtel érkezzél meg. Egy kicsit jobban oda kell figyelni, mert test, lélek, szellem vonatkozásában bizony a test, épp testben épp lélek, ez majdnem már közhely, de végeredményben hatalmas nagy igazság van benne, hát erre nagyon oda kell figyelni. És Janus Pannonius még elmondott valamit, nem ivott a felejtés vizéből. Ez mit jelent? Úgy született meg, hogy amik után ő megszületett, emlékezetét nem veszített el. Tehát vissza tud emlékezni leszületése előtti időkre, útvonalra és stációkra. Na most József Attila végeredményben ezt az utat eleveníti fel. Hát először én felolvasom a verset, aztán lesz, ami lesz, jó? Tehát 9 szakasz, nem olyan sok, de azért figyelni fogok közben, nehogy itt, mit tudom, hogy illetlenségek és egyebek történnek. Tehát a talló kalászait hányva, s a verebek közé leesvén, nagy szél kapott föl egyszer engem, hirtelen áprilisi estén. Gyerekeit kereste arra, s engem találtott épp az útban. Bömbölt, örült, s én mosolyogva rengeteg mellén elaludtam. Vitt falvan földeken keresztül, meghempergetett jó sárosra. Cibálva és kacagva vitt egy pesti, csatakos külvárosba. Az utcán vidám jasszok lógtak, s még vidámabban verekedtek,
Kiabáltak, kiabáltunk, és a jasszok végül berekedtek. Mondom, valami nagy ünnep volt. A hívek templomokba mentek, és reszketve szomorú kézzel áldották őket meg a szentek. S hogy a harangok búgtak, fölnőtt a szívekben nagy esti béke. A gyilkos végzett emberével, s úgy menekült kalap levéve. Ez vajon mit jelent? Folytatom majd tovább. Nem illik ide. Nem vettük észre? Hát egészen más íve volt egészen idáig, április 11-e címszó alatt megjelenő költeménynek. Tehát még egyszer ezt a részt elolvasom, és ez már a végét fogja megidézni József Attila pályafutásának. S hogy a harangok búgtak, fölnőtt a szívekben nagy esti béke. A gyilkos végzett emberével s úgy menekült kalaplevébe. Reménységnek és tulipánnak kicsi kis deszkaalkotmányba 1905-ben így iktattak be az alkotmányba. A kártyás munkásnak fiúként, s a szép ifjú mosóasszonynak, ligetnek, sárnak, vágynak, célnak, felkendőbe kötözött gondnak. A szegény asszony rég halott már, de fiát a szél el nem hagyja. Együtt nyögünk az erdőn éjjel, s együtt alszunk el véradatra. Most 20 éves, tehát itt már nagyon sok minden megérlelődik, és mi azért elkezdjük előről szépen, mert így illik. De gondolom érzékeljünk, és visszautalnék valamire, mert ez nagyon lényeges. Két sor, minthogyha nem ebben a költeményben született meg volna. Márpedig itt van. Miről beszél József Attila? A gyilkos végzett emberével, s úgy menekült kalaplevéve. Hát hogy halt meg József Attila? Senki nem tudja. Tehát nehogy azt higgyük, hogy egyszerű tényező az ő halála. Mindenki ködösít ebből a szempontból. Miért? Mert mindenkinek van menteni valója, saját hitványságát és egyéb dolgokat. És nem csak, hogy mondjam, 1945 után, hanem már ott a szárszói állomáson. Gyakorlatilag senki nem tudja, hogy mi történt, és mindenki, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, bejelentik, hogy öngyilkos lett. Nem lett öngyilkos. Van József Attilának végrendelete? Nincsen. Na most ilyen típusú ember, ha meg akar halni, akkor miről gondoskodik először? Végrendeletről. Miért? Mert nem szeretne lezáratlan ügyeket maga mögött hagyni. Voltak kamaszkorában szerelmi kilengései, eljátszotta a hős szerelmes, és mivel nem úgy jött ki a lépés, meg akart halni. Végrendeletet írt. És odavitte a tanárának, és szépen mondta, ugye halását a tarccal, tényleg gyönyörű, és az ember meghatódik ezen a naivitáson, hogy a dátumra most itt hirtelenjében nem emlékszem, hogy augusztus 19-én bontsák föl azt a levelet. Miért Attila? Kérdezi a tanárember tőle. Galambödönnek hívják egyébként ezt a galamblert és tényleg segítőkét. Tanár, hát miért? Hát azért, mert akkor. Na de most mondjuk 17-e van, miért 19-én Attila? És így lassan érzékel, hogy ő halál sápadt, és egyébek rájönnek, hogy itt óriási nagy gond van. És amikor megkérdezik, hogy na mi történt, akkor azt mondja, hogy 40 aszpirint vett be, mert őt nem szereti senki. Na most, gyorsan gondolkoznak a gyomormosásról, most figyeljünk oda, és mi az, amitől fél? Hogy lenyomják a torkán a csövet, és ő meg fog fulladni. Érzékelem van, ez játszadozás a halállal. Hát ilyen típusú ember kihívja a végzetet maga ellen. Hamasz gyerek, próbálgatja. Ő maga írta le az önéletre. Nem voltak mellettem olyan emberek, akikkel ezeket a kamaszkori dolgokat meg lehetett volna beszélni. Tehát hiányzott. Miért? Mert az élet-halál iskoláját neki élesbe kell kijárni. Tehát ha 1937. december 3-án meg akar halni,
akkor végrendelkezik. De van egy nagyon nagy gond. Nem akart ő nagysága, ő kellene most jó értelemben, mert egy tényleg nagyság és tényleg őról van szó, meghalni és távozni ebből a világból. De a végzet nagyobb úr. Félelmetes egyébként. Tehát ilyenkor tűnődik el az ember, hogy teljesen mindegy, most leforgassuk ki azt, amit mondok, de teljesen mindegy, hogy öngyilkos lett, teljesen mindegy, hogy meggyilkolták, teljesen mindegy, hogy véletlen baleset történt. Mi? Mert a küldetése befejeződött. És itt kezdődik az igazi nagy költő, és ez már gyermekkorában megmutatkozik. Bárhol, ahol ő leteszi a tollat, majdnem teljes életművet hagy maga után. Mi? Mert minden olyan vers számára úgy jelenik meg, hogy lehet, hogy ez az utolsó vers. Hát azért érezni kell ezeket a feszítő erőket. Ahol jelentéktelen ügyek között fordulódunk, nem is érezzük, hogy miért ilyen kiélezett a költészetnek ez a területe. Tehát a talló kalászait hányvas a verebek közé belesvén, nagy szél kapott föl egyszer engem hirtelen áprilisi estén. Mivel indulunk? Tallóval. Ráadásul van egy névelő. Ez a talló. Na most Attila és a talló között van-e valamilyen különbség? Hát valamilyen különbség van, lényegi viszont nincsen. Ez az Attila név aurájához tartozik hozzá. Tehát talló már megjelenik. Miért? Mert Attila április 11-e. Kalászait hányval, és a verebek közé belesvén. Gyönyörű. Ugyanis verebek. Na most a verébből van éppen elég és elég szürke. A madarak proletária az kicsoda. Madarak proletária az a veréb őkelme. Tehát ennél szürkébb sor, már mint idézőjelbe tár, nem lehet lejjebb csúszni. Tehát gyönyörű a kép. Nem sólyomként érkezik, nem hollóként, nem csicsergő, kedves, színes tollú, gyönyörűséges, énekes madárként, hanem egyszerű mezei verébként. Magyarul ez mitek? József Áron szappanfőző, Főce Borbála mosónő. Ennél verebesebb környezetet családi fészeknél el nem lehet képzelni. Na most, tehát attilai hatás, attilai szerepkör, és az, hogy a talló és az Attila nyelvpörgetés útján hangsúlyozom összetartozik, ez nem vita téma. Az más kérdés, hogy valamire nem figyelünk fel. Kalászait hányva. Na most a kalászból mi az, ami készül, ha egyszer elkészül? És hogy nevezik ezt a minőséget? Hát gondolom a búzára, hogy életnek nevezik. Életnek. Hát miből készül a kenyér? Hát ebből. Igen ám, de előtte a búzamagokkal mi történik? Megtöretnek. Tehát ez egy szenvedés történet indul. Csak 20 éves és most nem fog nyavajogni, nem fog szenvedni. Hát népmesékben gondoljunk a kenyérnek a himnuszára. Ez egy szeretett himnusz. Elmondja a kenyér a saját történetét. És mi derül ki belőle? Ez egy szenvedés történet. Igen ám, de a kenyér kinek a teste? Hát az viszont Jézus Krisztus teste, egy attilai szinten pedig, ez nem az italhoz, hanem az ételhez fog tartozni. És az étel kiegészítő váltópárja bizony már maga az ital. Nagy szél kapott föl egyszer engem hirtelen áprilisi estén. Nagy szél. Nagyon nagy szél. Na most, előkapjuk hirtelen, mert most már csökken a figyelmünk, azért megpróbáljuk élesíteni. De mit keres itt a szél? Hát miért szél? Miért nem tűz? Emlékezzünk Nikodémus bácsira, amikor éjszaka titkon fölkeresi Jézust. És megkérdez valamit. Miről szól az eszmecsere? Életről, halálról, születésről, emberi sorsról, távozásról. És mi az, amit Nikodémus kérdez? Van-e újjászületés? Pontosabban mit kérdez? Van-e reinkarnáció? Bemehet-e az ember az ő anyjának méhében másodszor, ha vén?
Most ez mit jelent? Ez pontosan azt jelenti, hogy születek-e újra, ha már meghaltam. És Jézus nagyon gyönyörűen válaszol. Hogyan? Nem így, és nem úgy. Egy pártértekezleten milyen válasz születne? Eltársak döntsék el, igen vagy nem, lehet szavazni. Van-e reinkarnáció, vagy nincsen? Aki igennel szavaz, emelje ki a jobb kezét, aki nemmel, emelje ki a bal kezét. És akkor lehet, hogy nem lehet összeszámolni, hogy most mi van, mert összeolvadnak a felemelt kezek. Na most Jézus nem ilyen buta szintről indít, érthető módon. Mit mond? Ilyen körmondatok után. Szél zúgását hallod, de nem tudod honnan jő, és nem tudod hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Tehát van is, meg nincs is. De ezerszer inkább van, mint hogy ne lenne. Csak nem úgy van, ahogy egy szemita vagy indo-európai műveltségen belül ezt modellezik. Viszont a szél nyelvpörgetés útján hova fog elvezetni? Mondjuk a tabulas maradvénára. Atya a nap, anyja a hold. Szél hordozta méhében. Nem érti az ember, mit keres a szél méhében ez a minőség. Elég tabulas maradvéna? Csak sem görögül, sem arabul, sem latinul, nincs semmiféle értelme és jelentése. Egy nyelvből tudok gazdálkodni, ott, ahol a szél egyetlen egy magas magánhangzó cseréje révén a lényeghez elvezet bennem. Bennünket szül. Na igen ám, de a szél az nem csak egy elemi minőség és egy ilyen lehetőség jelentését tárja fel, a hétbolygó rendszeren belül ez egy bolygónak a neve. Ez az esthajnal csillag. A Vénusznak magyar nyelvterületen az egyik jól ismert neve, festett mennyezet kazettákon is megjelenik, ez maga a szél, vagyis a Vénusz. Tehát itt már az ember érzi, József Attila éppen játékos kedvében volt, de tudni kell, hogy nagy szél kapott föl egyszer engem hirtelen áprilisi estén. Na most, ha ő leszületik, akkor ez a nagy szél fel fogja őt kapni akkor, amikor eltávozik? Dühöngő szélvihar van a Balaton partján azokban a napokban. Dühöngő szélvihar. Tehát orkán erejű szél. Akkora a szél, hogy lakást kell váltaniuk. És maga Flóra is leírja, amikor felkeresi József Attilát, hogy a hideg, fagyos, orkán erejű szélben sétálgatnak szárszó utcán. Tehát bizony érezni lehet, hogy az, ami indította, most egy kicsit olyan kézzelfogható módon, de nem kerülhető el. Hát főleg emlékezzünk vissza, hogy mind a mai napig a halálesetek és az időjárás összekapcsolása. Tehát ha valami nagyon nagy szél van, hogy hal meg az ember? Erőszakosan. Vagy meggyilkolják, vagy öngyilkos lett. Mit mondtak a régi öregek ilyen nagy szél esetén? Valaki felkötött, valaki meggyilkolta magát, vagy valakit meggyilkoltak. Na ez a kérdés József Attila esetében. Magát gyilkolta meg? Nem. Őt gyilkolták meg? Végeredményben közvetve, emlékezzünk a verse, úgy tűnik, hogy igen. Aztán, hogy van hóhér, aki közvetlenül ott van, úgy kell pakolni az eseményeket, hogy a kifutás egyetlen egy végeredményhez vezessen. Ne felejtsük el, itt iszonyatos sötét erő működnek, romlott kölykökre leltél a pszichoanalízisben. Ennél nagyobb métej a 20. században, és pont ebben az induló időszakában, mint a pszichoanalízis, ennél már csak az atombomba tüneményesebb, most negatív értelemben. Hát elmondják bölcselő gondolkozók, hogy az atombomba és egy pszichoanalízis végeredményben ugyanazt okozza. Ugyanazt okozza. A lélek számára olyan sokkoló, romboló hatása van. Na most ilyen csőbe csalták be József Attilát. Gyömrői Edit, megint egy butaliba. Gyömrői Editről elmondják azt, hogy semmiféle képzettsége nem volt, úgy analizálta József Attila. Kikérte meg Gyömrői kartársnőt? Kikérte meg?
Hát József Attilában a bizalom, a másik emberbe vetett hit, akkora volt, mint Attilában, a királyban. Tehát soha nem gondolt rosszat, bolondot játszottak velem, és már halálom is hasztalom. Pontosan tudta, hogy milyen játék folyik. Gyerekeit kereste arra, s engem talált ott épp az úton. Félelmetes a kép. Tehát vannak olyan születések, ahol nincs idő készülgetni. Fiam, le kell jönni. Egy kérdés van, mész vagy nem mész? Nincs idő gondolkozása. Természetesen itt most nyilvánvaló módon ez egy hasonlatként jelenik meg. De ha ő maga mondja, gyerekeit kereste arra, és mi a legnagyobb, és engem találtott épp az úton. Nincs több lehetőség. Nagyon szépen az üzenetbe elhangzottál. Nem tűnik föl? Hol vannak a nagy magyar költők? Mint hogyha egy éltető forrás tudatosan, mesterségesen eltorlaszoltak volna. Hát eddig termettek. És gyakorlatilag lehet érzékelni azt, hogy száll alá ez a minőség a magyarságban. Hát régen hol kezdődött egy valamire termő kamasz gyerek? Hát még a mi időnkben hol kezdődött a kamasz gyerek? Az, hogy saját verses kötetével pantukolt az országúton, és éppen arról értekezett, hogy tulajdonképpen már az ötödik kötetét írta meg, de hát őt nem értik meg, mert ő túl jó verseket ír. Most amennyire egy kicsit ilyen különösnek tűnik, de tényleg így van. Tényleg így van. De emlékszem arra, saját emlékeimből felidézve, a mi kortárs leányaink következő folyóiratokkal jártak a hónak alatt. Ezek egyik rosszabb, mint a másik, de akkor nem volt más. Élet és irodalom, kortárs és a többi. Hát ma egy ilyen korú gyerek mivel jár a hóna alatt? Hát hihetetlen. Hát néhány évtized alatt gyakorlatilag egy minőségi szakad zuhanás történt. Tehát, hogy valamihez képes érzékei, bizony gyerekeit kereste arra, s engem találtott épp az útban, bömbölt, örült, s én mosolyogva rengeteg mellén elaludtam. Gyönyörű, tényleg az ember belehal ebbe a képbe. Hát hogyan kerülünk anya mélybe? Hát úgy, hogy elalszunk út közben. És mikor ébredek fel? Amikor már nem abba a világba vagyok, hanem sírva, bömbölve, csúnyán, ilyen-olyan módon megszülettem. És ha nagyon mélyen aludtam, akkor mire nem fogok visszaemlékezni? Arra, hogy én már éltem előtte valahol, valamikor. A gyerekek, vagyis a bogarak, a gyerekek, emlékezzünk az eszméletre, kipörögnek a napvilágra. Na most, a nyelv nagyon sok mindenben segítség. Napvilágra születni. Hol tudja ezt más nyelv ilyen pontosan megfogalmazni? Hát mi milyen világra születünk? Napvilágra. Nagyon-nagyon nehéz. És amikor megszületik a gyerek, mivel játszadozik legalább iskolás koráig? Csak nem figyelünk oda. Mi az, ami neki szokatlan? Árnyékával foglalkozik. És vajon miért? Mekkora, mi az ott, át lehet-e lépni? És miért? Mert ez árnyékvilág, az pedig fényvilág. A fény nem vet árnyékot. Az anyagi világban már viszont megjelenik ez a vetület. És ez a két fogalom, hogy napvilágra születni és árnyékvilágra jönni, ez már elegendő lenne annak érzékeltetésére, hogy rájöjjünk, bizony van egy olyan világ, amiből jöttünk és amelybe vissza fogunk térni. Vitt falon földeken keresztül meghempergetett jósárosra. Na ez mi? A tehertételek. Kis veréb útján elindul, szeretne őgrállóak lenni, jó módú családba születni, jósárosra. Na most nem kell ennél pontosabban fogalmazni. Ez azt jelenti, hogy mélyen le kell szállnia a sárba. Mélyen le kell szállnia. És ez már nagyon nehéz ügy. Miért? Mert nehéz lesz innen fölmenni. Tehát itt nem lehet ágyban párnák közbefejezni.
Tehát ez maga a lehetetlenség, már itt lehet érzékelni. Cibálva és kacagva vitte egy pesti csatakos külvárosba. Na most, Gomba bácsi, Gombai bácsi magas süvegben kocsmában, mint egy varázsló áll az ajtóban. És mit mond ennek a pesti gyereknek? Az, hogy te pesti vagy. Pesti minek a név változata? Pista. Tehát Attila, ha te Pesten születtél, ezt is vállalnod kell. Hogy mit jelent? Hát tudni kell azt, hogy Pest ebben az időben Ferencváros, ez tényleg maga a Pest. Tehát ennél Pestet találni nem lehet. Csatakos külvárosban. Az utcán vidámjasszok fogtak, s még vidámabban verekedtek. Verekedtek. Na most milyen lesz a mi kis Attilánk? Jég a tenger, de nem úgy, ahogy te gondolod. Tehát itt imádott vitatkozni. Na most, amikor gyerekek verekszenek évkörön belül, milyen tulajdonság idéződik fel? Vetélkedés. Ikrek. A jasszok verekedtek. A jassz pedig nem csak azt jelenti, hogy utca gyerek, hanem magának az íjásznak lesz a névpörgetés útján a váltópár, és az íjász túloldalán milyen magatartás minta jelenik meg az ikreknél. A jasszok pedig verekedtek. Na, jó van, kiabáltak, kiabáltunk, a jasszok végül verekedtek. Még jó, mert még mindig kiabálnának, és kiabálnának. És itt jön egy hatalmas nagy lélektani váltás. Mondom, valami nagy ünnep volt. Milyen ünnep lehet április halálban? Erről van szó. A hívek templomokba mentek, s reszketve szomorú kézzel áldották meg őket a szentek. Magyarul ez nem akármilyen futam, ez egy nagy pénteki sors. Mondom, valami nagy ünnep volt. Áprilisban a nagy hétnél nagyobb hét nincsen. Az esztendő körében a nagypénteki húsvét vasárnapi ünnepkörnek mindössze két váltó, nem is váltópárja, vele egyenértékű állomás helye van. Az egyik a születésnek a helye, ez a karácsony, téli napforduló, a másik pedig a megemelteli szentlélek, időszakban ez az ikrek halában, amikor fölsúlunk szépen a tejútra, a tejútról pedig lobogó lánynyelvek érkeznek le, ez maga a Szentlélek, és ha már lobogó lánynyelv, milyen készség tártosodik meg az emberben. De nehogy magyarul próbáljuk ennek a végső lényegét megtalálni, mert az nem lesz akkor judeokrisztiánizmus. És ha nem lesz judeokrisztiánizmus, nincs konklávé, gondolom tudjuk. Szóval elképesztő, amelyik a világot szórakoztatják egyébként. Hát kit érdekel, már most tudják, hogy ki lesz a konklávé által újra választott pápa. Egy biztos, olyan legyen, hogy ne legyen belőle gond. Most már meg lehet jövendőlni, vagy néger lesz, vagy nem lesz néger. Jó, nagyon szellemesnek hangzott, de tényleg így van. Tényleg így van. Ugyanis egy Fekete Péter benne van a pakliba. Szent Péter Bazilika Péter ételben is fekete. Fekete. És nincs több pápa. Tehát Malakiás jóslatai szerint gyakorlatilag vége főcím van. Aztán kikpotyognak utána, még egy vége, még egy záró, de egy biztos valami tényleg befejeződött. Ezt érzi a világ egyébként, mert ez egy mesterségesen gerjesztett idiotizmus. Hát amit nagyon szépen elhangzott, ebbe a Vojtillába de két dolog jelenik meg. Egyik valakinek a neve, ez Attila. A másik pedig az, hogy belefolytanak az attilai szót. Hát mi az, amit nem engedtek ennek a pápának? Hogy megszólaljon. Hát olyan gondosan ügyeltek arra, hát az, hogy ennyi eséssel, csúszással, műtéttel halandó ember már öt lépést nem tudna utána tenni. Hát többet volt az utóbbi fél évtizedben műtő asztalon, mint pápai trónuson. Tehát lehet érzékelni, igenis őt módszeresen gyöngítették. Nem azt jelenti, hogy nagyok az érdemei. Magyarság szempontjából ez a pápa
egy fikarcnyit nem javított a Kárpát-medencei magyarság helyzetén, sőt, van egy nagy gond, csak rontott, és mérhetetlen módon. Az, hogy Habsburg Károly szenté alatja, vagy boldoggá, külön kérdés. De itt megint a ló túlsó oldalára nem érdemes átesni. Hát a fél évezrede olasz pápák vannak, Bakócz Tamás óta. Már Bakócz Tamásnak sem sikerült, mert a Medici bankár család gondoskodott arról, hogy ne sikerült. Tudjuk, hogy gyakorlatilag mit jelent ez vipera fészek. Tehát én simán el tudom képzelni, hogy egy jó paszban lévő korában mondott valami, és egyszer szemébe röhögtek. Hát azért ne felejtsük el. Hát az, hogy ő pápaként azt mondja, hogy tegyétek így, na de kiknek mondja? Köszönöm. Erőltessé, már volt pillanat. Mert mindjárt elkacagjuk magunkat. Viszont azt is lehet tudni, hogy amikor valaki haldoklik, akkor minden kultúra, műveltség együttetően jelzi, az ember már akármit mondhatna. Tehát ha rossz volt, akkor is tud jót mondani a jövő szempontjából. Miért? Mert ez az a pillanat, amikor még nem ment el, már nincs. Itt még nem ment el, tehát lebeg két tartomány között. És ilyenkor, amit mond az ember, teljesen mindegy, hogy pápa vagy egy egyszerű, szegény ember, milyen erővel bír a szava. Ezért volt döntő az utolsó szó. Családon belül mentek, és lesték, hogy mit mond, milyen üzenete. Hát ezért kellett a haldoklókat kórházba telepíteni. Mert majd értesítik a családot, hogy már rég meghalt. Semmi útmutatást nem ad itt az életnek. Nagyon féltek attól, hogy ez a pápa véletlenül valamit mondjon. Márpedig nagyon szeretett volna valamit mondani. Először átvágják a torkát, és ha valaki azt hiszi, hogy ez a betegség vele járója, mindent meg lehet ám magyarázni, mindent be lehet adni. Hát azért ez azt jelenti, hogy a Parkinson-kor úgy bevézett, minden Parkinson-koros bácsinak átvágnák a torkát. Nem tűnik fel? Ez egy tényleg létező betegség, de mindenkinek vágják át a torkát. Hát miért vágják át? Ne tudjon megszólalni. Hát ha azt mondja, hogy tudjátok mit gyerekek, nem érdekeltek. És amikor kitolták oda az ablakba, na annál meghatóbb jelenet talán egész pályafutása alatt nem fordult elő, mi írtózatos energiát mozgósított. Tehát nem olyan erőket mozgósított meg, hogy ő azt mondja, hogy szépek a békegalambok. De gyakorlatilag egy mondatot se tud elmondani, kikapják a kezéből a mikrofont, és egyszer még egy cédula is volt a kezébe. Hogy miért, nem tudom, mit akartod beolvasni. És ami nagyon árulkodó, hogy ezek a brigantik soha nem kerültek függöny elé. Hát olyan nincsen, miért nem vállalja magát? Legritkább eset. Akik a mikrofont ilyenkor kikapták, mindig a függöny mögül nyújtak be. És már húzták szépen hátra. És hát nagy a baj a világban, működik az emberiség lelkiismerete, azt hiszi, hogy ezzel le vannak tudva a dolgok, hogy nagyon megsíratták. Nem. Ahogy Szent Erzsébet mondja a körülötte, hát ne engem sírassatok magatokat. Na most a világ még mindig nem hajlandó szembenézni siralmas jelenével. Nem hajlandó szembesülni. Kész most egy évre megint le van tudva a lelkiismeretnek a problémája. Nincs letudva semmi. És most kezdődnek az igazán nehéz időszakok. Na, mondom, valami nagy ünnep volt. A hívek templomokba mentek, és reszketve szomorú kézzel áldották őket meg a szentek. És hogy a harangok búgtak, fölnőtt a szívekben nagy esti béke. Tehát attilai küldetés megint. Fölnőtt a szívekben nagy esti béke. Na most van-e olyan csillag, amelynek két állapotát lehet földről nézve nagyon látványosan megfigyelni? Ez maga az esthajnal csillag. És tulajdonképpen a tulajdonságai közé tartozik, főleg amikor a mérlegben tartózkodik,
ebben az időben a Vénusznak milyen tevékenysége erősödik fel, mert a Vénuszban otthon, vagyis a mérlegben a Vénusz otthon, vagyis uralomban van. Harmónia teremtés, egyensúlyra való törekvés, békességnek a megteremtése, milyen úton, szeretet által. Ez pedig csak szívből jött. Na most, áttérési este 11-e. Most túloldalán, hát ott van a mérleg. Ott van a mérleg, természetesen. Na most, és hogy a harangó bukta, fölnőtt a szívekben nagy esti béke, a gyilkos végzett emberével, s úgy menekült kalapájébe. Na most ez az, ami, vagy egy másik versből írta ide, de nem ez történt. Ez annyira kilóg, ez annyira üd, hát végig egy ilyen hozsanna szinten mozgunk. Egy ilyen nagy himnikus, de ilyen játékos, 20 éves virtuskodás áradatában. Igen ám, de itt, hát ne felejtsük el, József Attila tényleg látnok volt. Ki mondja ezt el? Kozum utca Flóra. Na most ez nem a Kozmosz utcáját jelenti, hát ilyen előtt a Kozmosz utcára, ki és Gyulánék mondok akkor, a mihez tartás vége. Ő maga mondja, hogy amikor József Attila Sziesta szanatóriumba kerül, senki nem tudja, hogy ott van, és már rég gyógykezem. József Jolán mit ír az életrajzi regénybe? A legszűkebb családi, hát ennél szűkebb nincsen. József Attila testvéreit nem értesítik, József Attila barátai, akik József Attilát a Sziesta szanatóriumba szállították. Most gondolom érzékeljük, hogy ez mit jelent. Valami nincs rendben. Hát milyen dolog az, hogy József Jolánt, akit jól ismernek, a József Etust, akit megint jól nem értesítik. Hát a mai világban is mi az első, akit értesítünk? A családtagokat. Tehát lehet érzékeny, óriási probléma van a háttérben, és túl nagyok a nevek. Például Benedek professzor. Kinek az instrukciói alapján viszik el a Sziesta szanatóriumba József Attilát? Benedek professzor. Ki volt Benedek professzor? Na ki volt Benedek professzor? Segítek, szabadkőműves volt. 1945 után Magyarországon hivatalosan működő szabadkőműves páholynak ő volt a vezetője. Ezek túl nagy nevek. És aztán Cserépfalvi Imre, akkor Ignotus Pál. Ezek nem akármilyen nevek, és főleg van egy nagyon nagy gond, amit én nem is merek itt nagyon részletezni. Nem is részletezem. Egy biztos. Ahogy mondja, hogy apám székely, román vagy tán egészen az. Hát végeredményben itt is gyakorlatilag vagy ilyen, vagy olyan, vagy tán egészen az. Ez egy nagyon jól körülhatá. Hatvani Bertalan. Hát tudjuk, ki volt Hatvani Lajos? Hát, jaj, ki sem merem mondani. És miért? Mert mind a mai napig végeredményben ez az irányzat határozza meg a kultúrpolitikát Magyarországon. Pontosan ez. Ez az acéli kultúrpolitikának az előzménye. Szó szerint az előzménye. Nincs törés. Ugyanezek a minőségek jelennek meg. Na most megint nem szabad hova átesni. A ló túlsó oldalára. Mert Ignotus Pál és a többiek lehet, hogy nem is tudták, hogy milyen ördögi játéknak a részesei. Hát ne felejtsük el, elég sugalmazni, nem látod, hogy milyen bolond. És akkor onnantól kezdve véletlenül mondjuk egy hangyra végig szalad itt, és írtani ide kap. Hát a véletlenek kiszámíthatatlanok. Hát az ember olyan megszégyenítő helyzetekbe találja magát véletlenek útján, hogy az valami tragikus. És ha nem adunk neki logikus, hát megbolondult. Hát láttad, hát tényleg úgy volt. Bolondot játszottak velem. És már halálom is aztán, mondja aztán. Na most, a gyilkos végzett emberével s úgy menekült kalaplevéve, meggyilkolták. Na most az, hogy hogyan kivégezték. Na de hogyan végezték ki József Attila? Úgy, hogy nem használtak hóhért.
Ő maga mondja el, hogy sugalmaznak, hipnotizálnak. Félelmetesek ám a megnyilatkozásai. Sziaszt a szanatóriumban, ez 3 hónapig van ott, júliustól november elejéig, gyakorlatilag egy nagy hatásnak az áldozata. És tisztán lát. Na, mi a legdöbbenetesebb? Bemennek a barátai, mit mondanak? Teljesen normális. Bemegy József Jolán, valamikor októberben értesítik, júliusban már szeretett testvérét elvitték. Októberben megy be. És nagyon megnyugtató volt, mert Attila ült az ágy szélén, asztalon virág, terveiről beszélt, semmi. Most ismerjük ezt a helyzetet? Mások mondják róla, ő pedig, mivel nem tud nyilatkozni, csak szűk körben, hát éppen ezért mi az, ami el fog terjedni? Hát amit majd mások mondanak róla. Kész. Eldöntötték, hogy ezt az attilai minőség mit akartak megszégyeníteni és meggyalázni. Hát aki leírja, hogy Attila király, hát tudjuk, hogy ez a név bizonyos körökben hogy csönk. Pont bagdoktorék körében, pont ácsdoktorék körében, és a többi ilyen frajlista körében. Hát úgy félnek ettől a tisztaságú minőségtől, mint ördög a keresztvíztől. Na, és valamit nagyon megpróbáltak megakadályozni. Tehát József Attila bármikor hagyja abba az életpályáját, teljes az élet. Nem tehet róla, ő már csak ilyen. Látunk erre példákat. De itt tényleg lehet érzékelni, hogy lehet, hogy még valamit bele akartak folytani. Ne írjon több nagy verset. Már ez is mások, 37 vagy adj magyarságot a magyarnak. Az elvtárs nem József Attila? Akkor hogy írhat ilyeneket? Mi az, hogy magyar? Adj internacionalizmust az internacionalistáknak. Az már beszélt. Nem? Most őszintén. No. Tehát a gyilkos végzett emberével úgy menekült kalaplevő. Ez egy látomás. Ez egy 20 éves kor, hát neki voltak ilyen meghökkentő dolgai. Majd, hát most már fogy az idő, most már nem nyúzom a kedves közösséget tovább, pillanatok alatt be fogjuk fejezni, de szó szerint, hát ezt a pszichiátriai tudomány is felhasználta ellene, hogy kamasz korában pontos látleletét adja a szárszói tragédiának. Hát szinte megfogalmazza. Hát ez nem pszichiátriai jelenség, hanem az, hogy látó. Most honnan tudjuk, hogy ő lát? Téjjel visszafelé milyen irányba mozgósítható? Nem csak az élet irányába, hanem az, hogy látó valaki. Honnan tudjuk, hogy ő látott? Ez a Kozmos utcai flóra egyébként. A Kozmos nagyon szerette ezt a flórát, és ez gyógyítóként szerette. Benne bízott elejétől fogva. Ha flóra volt, akkor a legnagyobb mérgek is gyógyszerré változtak benne, pedig mérgezték. Na most, ismerünk-e olyan orvos szentet, akinek a neve visszaköszön Kozma utca flóra nevéről. Ez a Kozma. Kozma utcája. Na most Kozma kicsoda? Magyar Szent Koronán is rajta van. Tehát egy iker orvos párról van szó, az egyik Damjános, a másik pedig Kozmasz. És kigyógyítja Attilát? Hát tulajdonképpen Kozma utca flórán keresztül ez a különös gyógyító erejű. Erő. És itt értjük meg, hogy a Pista és az Attila hol találkoznak. Hát mit jelent az István név? Azt jelenti, hogy korona. Szó szerint. Attila pedig korona nélkül nem létezik. Na, szabadunk tovább, mert ez a... Ja igen, látó. Na, ezt még el kell mondani, de most képzeljük el azt, hogy volt szünet. Valakinek van vizuális készsége, akkor látja, hogy jó lesz, és az egyébként volt valami. Ez gyorsan, tényleg nem vesz sok idő igénybe. De egy alkalommal Flóra bemegy hozzá. És hogy találja József Attilát? És az ember azt bánja és szánja, hogy azokat a mondatokat nem írta le. Nyilván tudja, mert elhangzott, és szem és fültanulja volt. De a kis könyvecskében erről mélyen hallgat. Elmondja a következő jelenetet. Mintha nem is József Attilát látta volna.
szélsebesen rohangált föl a kis szobában, mintha lába se érné a földet, és hogyha bent nagy vihar lenne. És valakivel beszél. Na de mit? Nem össze-vissza buta dolgokat, hát a női szív hatalmait megmutatkozik, hanem gyönyörű, szimbolikus, jelképes, nagy jelentőségű dolgokat. És Kozmóca Flóra elmondja azt, hogy ő ekkor már József Attila ilyen mondatait, mert értette a jelképes beszédet, tökéletesen értette. És gyönyörű volt, azt mondja. És a szemei pedig fölakadva. Tehát csak a fehérje lehetett látszódott. Most mikor hordja így az ember a szemeit? Akkor révülésben van. Lehet egyébként ilyet ma is igen gyakran látni. És nem is hallott és nem is tudott arról, hogy a nagy szerelme éppen ott tartózkodik. Na most itt tényleg érzékelni kell azt, hogy ez a látókészsége miért? Mert a kortársai elmondják, hogy amit ő nem látott, amit ő nem tapasztalt, olyat soha nem ült le. Ez még a Bach doktor is leírja, hogy óramű precizitású költeményeket ír. És hogyan jelzik, hogy a felbomló elme, az még ugye az óramű precizitású költeményekben még belekapaszkodik. Na, hogy látunk erre egy frappáns példát, hogy mit jelent ez adott esetben. Na most, így gyönyörű, ami elhangzik. Reménységnek és tulipánnak kicsi kis deszka alkotmányba 1905-ben így iktattak be az alkotmányba. Tehát megszületett. Reménységnek és tulipánnak. Most a reménységgel nincs gond. A tulipán viszont itt jelent. TL és utána jönnek a továbbiak. Tehát először is a tulipán a teli fénynek a változata, névváltozata. Tehát tulipánnal mi az, amit jelölni lehet virágként? Milyen világosság fokozatot? Ez nem az erős, mert az lehet egysugarú. Az, amikor túlcsordult, amikor telített. Igen, ám, de ha tudom, hogy a tulipán a teli fénynek a váltója, ha én ezt nevesíteni akarom, kinek a fénye? Hát ez Attilánál vagyunk. Attila fénye. Hát mi a legnagyobb reménység? Hát az, hogy Attilának van fénye a szívünkbe, lelkünkbe, és akkor megvan a, természetesen a reménység. Na, nem részletezem, mert innen már tovább vihető. Tehát tovább lehet indulni. A kártyás munkásnak fiúként, ki ez a kártyás munkás? József Áron bácsi. Hát ez egy nagy, ma úgy mondanánk, hogy egy bohém ember volt. Ilyen eltödölt bajusz, mivel románok erről nevezetesek, Attilában, és karddal szokott pózolni akkor, amikor huszár uniformában, amikor ő meg akarja magát mutatni a világnak. És a szép ifjú mosóasszonynak, ligetnek, sárnak, vágynak, célnak, fejkentőbe kötözött gondnak. Szegény asszony rég halott már, de fiát a szél el nem hagyja. Együtt nyögünk az erdőn éjjel, és együtt alszunk el villadatra. De fiát a szél el nem hagyja. Tényleg nem hagyja el. Tehát olyan az utolsó hónapban, olyan szélvihar van Balaton szárszon, hogy először egy panzióban, amit örököltek, mert özvegyé vált az egyik testvér, de hát ez egy kísértett házhoz hasonlított, ott laktak. Igen, ám, de az egyik éjszaka hatalmas vihar van. Tehát tombol a szél, de annyira tombol, hogy leviszi, képzeljük el, ez egy villa. Leviszi a villának a tetejét, és ömlik az eső. Tehát gondolom, tudjuk, hogy ez egy olyan fajta hatás, ez az, hogy mindent átjel, ez a pusztítva újra teremtő. És zárszón vagyunk. Tehát Attila pontosan tudja, hogy itt tudja vagy nem tudja, pontosan tudja. Na, ezt ő maga is nagy valószínűség szerint így mondaná el. Na de, mi az, ami történik? Hát ő állítólag beteg, idegbeteg, sizofrén, ugye, sizofrén.
skizofréniáról van szó. Elmondják, és itt lehet egy könyvre utalni, Garam Völgyi László. Ez bűnügyi szóvívő. Ne becsüljük le, miért? Mert kriminalisztikai szempontok alapján bebizonyítja, hogy József Attila nem lehetett öngyilkos. Szokjunk hozzá lényeges dolgokat, nekünk nem irodalomtörténészek vagy történészek mondanak el. Tehát ez gyakorlatilag itt most már majdnem bizonyított, hogy nem volt öngyilkos. És nagyon szép logikus érvekkel mondja el, igen ám, de a könnyen és jól olvasható könyve, el is tele van képekkel, nehéz szövegeket az ember már a 21. században nem szívesen vesz kezébe, meg könnyen olvasható, olvasmányos. Gyakorlatilag 1960-as évek óta nem vita téma az, hogy József Attila, legalább egy megközelítésből szemlélve a dolgokat, nem önkezé, tehát nem az öngyilkosság a főszerep. És van még egy csattanó. Pszichiáterek írják le, hogy elmebeteg sem volt. Csak ez olyan, mint jó csontvári őrültsége. Csontvári, ahogy Papp Gábor el szokta volt mondani, soha életében nem volt bolondokházában, részletezzen, de elterjesztették róla. Aztán utána felmentik, hogy na mégsem volt őrült, de a lényegen hosszú távon sajnos mégsem nagyon változtat. Mert ez már egy ilyen, hát nem mindegy, hogy őrült volt, vagy nem volt, jó képeket festett, ismerjük ezt a megengedjük. Hát mindegy most már. Hát nem mindegy. József Attila és Csontvári esetében nincs arra. Tehát teljesen kristálytisztán, épp elmével élte végig József Attila az utolsó időket is, és itt jön egy gyönyörű tanúbizonysága az ügynek. Most a két nővér, Etus és Jolán egy ilyen iszonyú viharban hogy viselkedik? Mint két kis megszalasztott kis csirke. Fogalmuk nem nincs, hogy mit. Ömlik a víz a plafonon, át a szobába. És József Attila fölöltözik, és következőket mondja. Te pillanatok alatt. Hát ki a vihar ura? Ki a forgó szeles regény? Aki legény, akit a szél soha nem hagy el. Hát egy Attila ilyenkor van elemében. Amikor végveszély van. És pillanatok alatt elmondja, hogy gázott a mennyezet, és különböző helyekről ömlik alá a víz. Ez mit jelent? Nem teljes mennyezet felett, hanem bizonyos gócpontokban. Na most oda kell edényeket tenni, mert akkor természetesen a víz oda ömlik bele. És leírja József, Jolán és Etus, hogy hihetetlen, precíz, logikus parancsokat, mint egy viharos tengeren a hajós kapitány, pillanatok alatt ők is, na most képes erre egy elmebeteg? Hát ilyenkor jön a Lír király effektus, ha ő valóban elmebeteg. Hát akkor kezd igazán különösen viselkedni. De akkor mit tudom? Nem halljátok? Ha szólongatnak, én vagyok a nagy, és akkor mondja, hogy micsoda. Nem halljon, na nem akarom különösebben részletezni. Na most további költemények, és vége lesz az egésznek. Korai versek, tehát kérlek, néhányat jegyezzünk meg. Szeretném, ha Vadalmafa lehet, lennék. 1921. április 11-12. Mikor írja? Születésnap. Vadalmafa az évkörben hol jelenik meg? Eleve az a fa, mely kozmikus egység képjele? Tejút. Na most a fa az a tejút, az alma pedig bika. Bika pedig két csillagával belül a tejútban. Tehát szeretném, ha vadalmafa lennék. Na ez Attilai minőség. Miért? Mert tovább folytatja szépen. Terebélyes vadalmafa. És hogy testemből jól lakhatna minden éhező kisgyermek árnyaimmal betakarva. Attila név étel, ital, s testem, miből? Testemből. Most nem nehéz kitalálni egy ilyen magatartás, hol találja meg a kiteljesedését. Aki azt mondja, hogy az én testem bizony étel,
az én vérem pedig is van. S ha csak ugyan vadalmafa lennék, volna öröm a földön, sehol semmi bú, szenvedés, s a mosolygó fejeket nem bántaná az elköltözés. Megint gyönyörű, mi meg két értelem. A mosolygó fejek azok a mosolygó almafejek. Na de az elköltözés és a mosolygó fejek milyen kapcsolatban vannak egymással? Hát a bika belelóg a tejútba. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a bikában a Vénusz egyik otthonléti helye van. Étel, ital, test táplálása és gyarapodás. És elköltözés. Most Attilának milyen halála volt? A történelmi Attilának. Évkörre rávetítve, milyen típusú a halál? Nász éjszaka, testi szerelem, lelki szerelem, szellemi szerelem. Étel, ital, szerelem. És a vér hova folyik? Hogyan? Porkára. Mikrozodiákuson belül, itt hol vagyunk? Bika. Tehát annyi féle rétege van egy ilyen kis kamaszos, szeretném, ha vadalmafa lennék. És de miért? Ez a legfontosabb. Na most, jön a tél 1922-ben. Két részlet, eleje és vége. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Hogyan folytatja? És ráhány mindent, ami antik, ócska, régi, új, teljesen minden. Pusztítva újra teremtő. Pusztítva újra. Nagy tűz. Hatalmas nagy tűz. És hogyan fejeződik be? Azt a tüzet, ó, jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Hol nevelkedett Attila? Engadiban nevelkedett. Mit jelent fölengedni? Hát pontosan ezt jelenti, de most már tömörítünk. Aztán nem én kiáltok a föld dübörög, ezek mind-mind korai versei. Tehát itt indulunk. Mind 20 év előtti versei. Nem én kiáltok a földről, vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. Megőrült. Nem én kiáltok a földről. Csillag esik, föld reng. Na most mit történik, amikor reng a föld? Dübörög. Két alkalommal dübörög egyébként a föld, hogy ne csak rossz érményünk legyen a megváltás műveletével. Jézus keresztre feszítik, mit történik? Földrengés, na de miért? Mert a földbe temetett szentek föltámadnak. És mikor van még egyszer földrengés? Jézus feltámadásánál. Tehát ez a fajta dübörgés-rengés, ennek akár pont miért? Barátom, drága szerelmes barátom, akár borzalmas, akár nagyszerű, nem én kiáltok a földdübörög, a végén még elismerti, szerelmes barátom. Na, fiatal életek indulója. Mi vagyunk az élet fiai, küzdelemre fölkent dalják. Megmozdulunk, hely összeroppan, akkor alattunk ez a régi világ. Mi vagyunk az élet fiai, küzdelemre fölkent dalják. Dalia, kinek a neve jön megint vissza? Hát Attilába kiköltöznek, a Daliá költöznek. És végül így jön a Kozmosz éneke, ezt Juhász Gyulának írja, ajánlja, ez egy szonett koszorú. Na de, ha persze, jön a Kozmosz éneke, itt is van. Újjongva hozom, örök koszorúm, 18 évem legszebb rózsa rajta. Találkoztunk-e rózsával már? A könyvre emlékezzünk vissza. És méltó vedd, én túl a vak borul, bátyám, Krisztusig emelkedem. Világosan beszél? Igen, ám, de mi készítő elő a krisztusi emelkedésre az utat? Az attillai minőségnek a teljes feldolgozása lélekben és szívben. És akkor már csak egy-két apróság maradt a végére, hát az eszmélettől most eszméletes módon nyugodtan eltekinthetünk. Magyarok. Tehát ez a magyar. Tehát Attila
Tehát végig emberiség mentő ember. Igen ám, de abban a pillanatban nem jelenik meg a magyarság, nincs attilai küldetés. Miért? Attilai küldetés tetszik, nem tetszik, magyar ajkú küldetés, magyar szívű küldetés. És ez nem etnikum specifikus. Illyés Gyulának azért volt egy-két jó mondata. Például, ki a magyar? Aki vállalja. Tehát nem kell itt mindenáron túlbeszélni dolgokat. Zrínyi Miklós költő és hadvezér voltak horvát őseim? Voltak. Mit vállalt teljes melszélességgel? Ne bántsd a magyar. Petőfi Sándorra gondoljunk. Más kérdés, hogy nem biztos, hogy jól gondoljuk, de ha nem születtem volna is magyarnak. Na most, magyarok 1924 vers. Elhangzott egyébként egy részletből. Hát lesz-e magyar, ha mi nem leszünk? Ezt ki mondja? 12 éves kis suhanc fiúcska. Hát lesz-e magyar, ha mi nem leszünk? Nem biztos, hogy ez az idézet ma tévében, rádióban bárhol felcsendült volna. És miről beszél? Attiláról van itt szó. Ó, jaj, mi igazán tiszták vagyunk. Mit mond a vers címe? Magyarok. Kik a magyarok? Nincs velünk semmi gond. Mi igazán tiszták vagyunk. Megbűnhötte már-e nép a múltat s jövendőt. Nem a bűneinkért vannak ezek a dolgok. Vállalásról van szó. Nekünk nyisson ajtót a reménység. Reménységnek stúlypányba, kicsi kis deszka alkotmányba. Így eliktatta be az alkotmányba. Tehát reménység, mi az, ami ma hiányzik, és tényleg hiányzik? A reménység. Hát itt mindenről beszélnek. És mi az, amit nem engednek? Hogy bízzunk és reméljünk a szebb jövendőben. Bús magyar éneke. Bús magyar éneke. És gondoljuk végig, ez egy fiatal gyerekám. Fiatal, és már ott van 60 év báró, és ott van báró, hát ezt tudjuk, hogy mit jelent. Hát ez bement a báró folyosító irodába, és mivel sok pénzem volt, vett egy ilyen címet, hogy báró.